szorító nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit Hollywoodból! Ez a szorító podcast live 198. adása a WrestleMania 39 felvezetésünk. Én Bárt és mint látjátok, nem vagyok egyedül. Igen, Dexter is itt van, és a doktor is visszatért! Sziasztok, srácok! Nagyon örülök nektek, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit ebben a különleges WrestleMania felvezető adásban, megérkeztünk az év legnagyobb és legfontosabb birkó hétvégéjé és őszintén bevallom, nektek nagyon izgatott vagyok. A felvezetés mintegy 75-80%-a a megelégedésemre szolgált, és ennél fogva remélem, sőt, több is, mint remélem, bízom abban, hogy egy nagyszerű birkó hétvégénk lesz. El kell mondanom, hogy miről fogunk ma beszélni. <laughs> Vagy tudjátok, de azért elmondjuk. Szóval, srácok, miről akartok beszélni? És ma egy szorító lightot tartunk, eh, amiben ti mondjátok meg, hogy miről beszéljünk, ami nem lett WrestleMania. De. de fogunk beszélni a WrestleMania felvezetéséről, a bookingnak a finomságairól, meg egyéb érdekes dolgokról. Beszéltünk a Last of is, bár a doktor azt nem nézte, én néztem, bár a záró még hátra van. És uh, mellé ugye fogunk beszélni magáról a kárdról is. Hétvégi bulindító alás VR-rel. Így van! Csak VR nélkül. Ja. Ezúttal. Uh, igen, hát figyeljetek, srácok, ma délután a WB nyilvánosságra hozta a WrestleMania hivatalos díszletét, uh, amiről két dolgot kell elmondani. A díszlet maga Baszó. Nagyon! Viszont maga a videó meg überkínos volt. Igen, a videó szuper cringe lett a három gördeszkes jaj alatt. Mit fogtok csinálni? Le fogunk gurulni azon a lámpán. És akkor Kori visszakérdez, hogy azon a lámpán. Igen, azon a nagyon. Ott, ott. Be. Hú, de szuper cringe volt. Azt a kurva cool eget. Viszont a stage az nagyon durva, tehát igazából nekem tényleg olyan flashback-eim lettek, mint a WrestleMania 29-es New York kiadástól, ahol volt szabadságszobor, Brooklyn Bridge, meg minden, akkor ugye a WrestleMania 33, amit úgy vezettünk fel nektek, hogy az ott egy hullámvasút. <laughs> az ott egy hullámvasút. Vagy... <laughs> vagy éppenséggel a kalózhajú ugye tampában két évvel ezelőtt a Wrestlemania 37-en, úgyhogy tényleg kitettek magukért ebben az évben a debrebi diszlettervezői. Nem úgy volt, hogy ússzuk meg egy bazinagy ledfallal, hanem azért tényleg, hogyha már Hollywoodba megyünk, akkor nézzen ki valahogy az az átkozott díszlet, és mennyivel jobban fog kinézni, hogyha majd benne lesz 70-70 ezer ember abban a stadionban, mind a két este. Egyébként nagyon lazázni a izéval szoktak. A szuperdómmal szoktak, oda nem nagyon szoktak díszletet vinni, meg ugye a Candlestick-ben nem vittek, ugye a San francisco az volt még egy buzi nagy lett fal. A ban tudod, mit vittek a múltkor a bazina egy Mardi Gras arcokat? Igen, 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 igen. De hát az is meg... baszott, hogy lett volt, nem volt semmi hát Persze. A... Na igen, szóval a díszlet az már biztos, hogy nagyon menő lesz. Az is biztos, hogy minden idők legnagyobb Wrestlemaniai jegybevételét fogja elkönyvelni a WWE. Mert ami mondjuk a, a jegyek. jegyek. Jár... Igen, pont ezt akartam hozzátenni, hogy a jegyárakat látva ez nem meglepetés. De ez ugye hozzátehetjük, hogy ez az idei harmadik különleges live event, PLE, és a harmadik jegybevételi rekord az adott esemény történetében, mert a Rumble is jegybevételi rekordot döntött, a Chamber is jegybevételi rekordot döntött, és most a WrestleMania is. Tehát azért, ez azért, ez, azért mutatja, hogy a wb a biznisze jelen pillanatban eléggé jól dübörög. Igen, a biznisz az jó megy, azt látjuk méghozzá nagyon egyébként, mert mindenhova hívták egyébként megint a WB összes magasrangú képviselőjét, Nick gondolunk itt elsősorban, meg Triple H-et is, meg mindenkit is. A részvény az brutális 92 dolláron állépe jelenleg, ami elképesztő, szóval az az így kérlek szépen az elmúlt egyéves csúcs, az konkrétan az elmúlt egyéves csúcs, srácok, <laughs> és konkrétan a vinces ö, ö, ilyen megijedést leszámítva konkrétan, ugye gyakorlatilag azóta felfelé megy az egész így. Hát ugye a Nikkán által elmondott számokból indulhatunk ki mi is, mi szerint az elmúlt időszakban az NXT nézettsége 5%-kal, a SmackDown nézettsége 8%-kal, a Raw nézettsége pedig 9%-kal nőtt, és a Debrövi belső adatai szerint állítólag a Peacockon sugárzott PPV-k 50%-os nézettség emelkedést produkáltak, ami nagyon durva. Magyarul a, a a casual közönség körében kezdett el újra hódítani a Debrevi, ami viszont nagyon jó hír. Így van, és hogyha megfigyelitek egyébként a heti adásokon az arénákat, egyre kevesebb szarráfüggönyzött függönyzött, elsötétített arénát láthattok, aminek szigorúan csak az egyik felét mutatja a kamera, meg csak az egyik felét pásztázza a kamera, mert a, a meghirdetett jegyek legtöbbször elkelnek az yep. arénákban, és a SmackDown 9 piacon, a Raw 7 piacon döntött egybevételi rekordot az elmúlt időszakban, szóval nagyon-nagyon komoly tényleg a a WB biznisz teljesítménye újabban. Dübörög a biznisz. És miért dübörög a biznisz? Mert ha a termék jó, akkor a biznisz is jó. Vagyis hát a wb mindig is jó volt a biznisz az elmúlt időszakban, de ha jó a termék, akkor még jobb a biznisz is. É, igen, ugye is rendre kiemeli az interjúiban, hogy Hunter csapatának a kreatív munkája nagyon fontos ebből a szempontból. És ugye a szegény Nikkánnak folyamatosan neki a kérdést, hogy hát akkor Vince pontosan mennyire is folyik be a kreatívba, mióta visszajött. Szerencsétlen Nikkánnak valószínűleg a töke ki volt már az egészszel a végére, az ötödik podcastben kérdezték meg tőle ugyanezt. De hát nagyjából elmondta azt, hogy hát Vince-nek vannak ötletei, javaslatai, de hogy elfogadta és elfogadta teljes mértékben azt, hogy Triple H a kreatívnak a feje, és olyan nagy mértékben nem interferál a dolgokkal. Egyébként ezt szerintem láthatjuk is, tehát, hogyha nézzük az adásokat, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy talán esetleg vannak apróságok, amikbe Vince tesz javaslatokat, de rendszer szintű változásokat Vince-nek a visszatérése még nem hozott. Nem Indikátív mondhatjuk szinten. ki azt, a wrestler. Erre Romanék kimondják 15-ször Ugye? ugye? Ahogy egymás között beszéltük, Roman azt sem akar. Persze. Rome, Rome, de Ön... Viszont Kodi is, mert Kodiról is fogunk beszélni, hogy Kodi mennyire. Nagyon-nagyon fontos. Egyébként Vince-el kapcsolatos hír, amit a PV Insider tegnap hozott le, hogy ott lesz a Mánia helyszínén Los Angelesben. Arról egyelőre nincs hír, hogy dolgozni is akar-e, vagy, vagy, csak úgy, mint a Bostoni Róna, amikor jött Szína látogatóba jön. Bár én úgy gondolom, hogy ez a Mánia produkciós és kreatív szinten olyan, olyan mértékben hanterék projektje, hogy a Vince-be be akarna ülni, hogy valamit csináljon, csak, csak ronthatna rajta. És, és azt fel kell ismerni szerintem. Hát azt meg azért nehezen tudom elképzelni, hogy Vince egy owner boxból nézze a, a reszlemániát. Nem, mert hát nyilván a gorillában lesz, de a Ron is a gorilában volt, aztán a telefonját baszkurálta egész idő alatt Ez SMS-ezett a barátnőjével. Ugye? Mert ugye Vince-nek barát, barátnője van, még mindig, ugye továbbra is, aki vagy 40 éve fiatalabb nála. Ebből hmm. még nem volt probléma. Az elmúlt Soha. egy évbe. Soha, de, de Vince most arra már visszafizette egyébként a WB-nek a különböző kis likviditási problémákat, így van. amiket... valamit okozott az öreg! És de ez a, a, röpke 20 millió dollárt, amivel tartozott a cégnek. Igen, és ez le lett könyvelve most már a tőzsdefelügyeletnél is, úgyhogy ja. most már további probléma azt hiszem nem lesz belőle. Így van, így a, a, a szek leszállt a debi. debi zseniális. Ugye mindenki várta a nagy bejelentést, ugye, hogy eladják a debbie mert ugye mindenki azt rebesgette, hogy majd a WrestleMania sajtótaikoztatán be, belebegettik. Egyelőre nem történt meg ez a nagy, nagy piros bejelentés. Hosszú még a hétvége, de egyelőre valóban nem történt meg, viszont a források arról számolnak be, hogy az eredetileg prognosztizált nyár közep időpontnál tényleg hamarabb is ja. hamarabb is meg lehet a vevő, és, és mondjuk megértem azt, hogy a wwe belül sokan aggódnak most emiatt, mert amikor ennyire dübörög a biznisz, akkor, akkor tényleg jó mindenkinek, és persze egy, egy vevő az sok új pénzt hozhat, ugyanakkor bizonytalanságot is hoz magával, hogy mit akar kezdeni a céggel, milyen munkaerőt akar megtartani, melyek azok a, a, az osztályok, amik esetleg ö, ö, indokolatlanná válnak, mert mondjuk, hogyha egy nagy média cég vagy egy média óriás veszi meg a wb annak van saját marketing csapata, nem lesz szükség marketing divízióra a belül például. Ha csak nem különálló leányvállalatként akarják kezelni, de... Igen. Igen, de hát ugye ez egy bizonytalansági faktor, és amikor tényleg így dübörög a biznisz, akkor ezek a bizonytalansági faktorok ijesztően hatnak azokra, akik most ott vannak a dolgok közepében. És azt is értem, hogy a potenciális vevő miért akarja átverni az üzletet kurva gyorsan, mert konkrétan a március óta, vagyis nem, január elejóta óta 30%-kal ment följebb a részvény. Szóval minél tovább megy fölfelé a részvény, annál többet kell fizetni a WDW-ért. Annál közelebb kerülünk a Vince által 9 millió dollárhoz. Igen. 9 milliárd. 9 milliárd, bocsánat. Igen, <laughs> igen nagyon közeledünk ahhoz az összeghez, igen. De jó. Hát figyelj, akkor évelején prognosztizáltak, hogy ez 114 dollárt részvényenként, akkor 60 dollár volt a részvény. Szóval most meg ugye 92. Szóval kicsit valószínűleg főment annak is az ára. Így részvény. igen, igen, érdekes lesz még ez a folyamat is, és érdekes lesz nyomon követni ezt a folyamatot. Én, én abban bízom egyébként, hogy a egy jelenlegi kreatív és talentért felelős csapat bármi történjék is a helyén maradhat és folytathatja a munkát mert ez most egy nagyon-nagyon fontos tényező, amit láthattunk az elmúlt időszakban. És a WrestleMania felépítése kapcsán mi magunk is olvastuk ezeket a véleményeket sok helyen, hogy hát ez nem volt semmi extra srácok, de mi úgy gondoljuk, bártfival, hogy az elmúlt évek, sőt talán az elmúlt évtized legjobb Mánia felvezetését láttuk, hogyha tényleg visszamegyünk a hosszabb távú sztori korábbi szakaszaiba is, és azt is ide számítjuk. Pont az volt a semmi extra, <laughs> hogy ugye e, ilyet évek óta nem láttunk. Szóval, hogy végre e, egy konzisztens terv alapú bookingot, nem ti láttunk az elmúlt, most már mondhatjuk azt, a kilenc hónapban. Durván kilenc hónapban. És állítólag hónapokkal ezelőtt meg is volt Így a kárt? gyakorlatilag majdnem 80-90 ban és ugye Kán azt is lenyilatkozta, hogy Hunter csapata most már hónapokkal a Mánia után jár ja. a, a, kreatív tervek terén. Úgyhogy szerintem is nagyon tervszerűen sikerült ezt megvalósítani, és, és meg kell értenetek, srácok, hogy ez a konzisztens story alapú booking, amit Hunter csinál, ez elsősorban arra épít, hogy a hosszú építkezés alatt neked kötődésed alakuljon ki, pozitív vagy negatív a pankrátorokkal szemben attól függ, hogy fész, ír, vagy bármi. Na most, hogyha te egy olyan ember vagy, aki mondjuk nehezen kötődik, és inkább a flashy, sokkolóbb cuccokat keresed a wrestlingben, akkor lehet, hogy ez nem a te szádíze szerint való, viszont ez a legklasszikusabb wrestling elképzelés, azt illetően, hogy mit csinál pénzt a wrestlingben, a kötődés a karakterekhez, hogy hajlandó legyél fizetni azért, hogy lásd őt győzni, őt pedig kikapni. Meg ugye a klasszikus booking, ugye hogy megvan a párosításunk, amit akarunk, vagy a vége a sztorinak, és azt találjuk ki, hogy hogy jutunk oda. Nem azt találjuk ki, hogy hogy jutunk oda, és akkor majd találjuk, kik találjuk a párosítást. Nem, fordítva, ugye először megvan a párosításunk. Ez ugye a klasszikus dusty book, hogy kitaláljuk, hogy mit csinálunk, és visszafele dolgozunk. Így van. Onnantól kezdve. És ezt láthattuk. Martin kérdezi, hogy akkor a csajok sztorja miért nem lett rendesen felépítve. Erre a csajok egy... nem lett meg, Erre nekem van egy teóriám. Ugye decemberben, még az volt nagyjából a terv, hogy Becky Rondával, és vagy Charlotte Biancával, vagy Ria Biancával megyünk a wrestlemania -ra. Csak ott december végén átírták teljesen a csajoknak szűrt terveket, mert Rondának az uralkodása akkora nagy bukta volt. Ja. És ugye akkor hamarjában átpakoltuk az övet Charlotte-ra, csak hogy ez borította az összes WrestleMania tervet, a nulláról kezdett újra, kellett újrakezdeni az építkezést, és egyszerűen úgy érzem, hogy ezek elsikkadtak a többi sztori mellett. Kicsit ez lett, hogy jó lesz az úgyis, és a többi elviszi az estét valószínűleg. Hát ez kínos egyébként a csajokra nézve, és ez az egyetlen oka, amiért én is szomorú vagyok a WrestleMania a fölvezetést illetően, mert ugye tudjátok meg, hogy mennyire fontos nekem a női birkó. Ez most valóban nem sikerült. De, de az biztos, hogy a kárt nagy része az, az régóta meg lehet. Gábor, nem a szappan operák vették a birkótól, meg nem is a birkó találta ezt ki, ezt az érzelmileg kötődő dolgot, hanem kérlek szépen a két háború között a sorozatizált rádiódrámák. Szóval, hogy konkrétan onnan jön ez a történetmesélésben, mind a televíziónál, meg mind a Birkónál is egyébként. Ez egy, egy nagyon, nagyon régi tuca a hogy hívják, a történetmesélésnek ilyen szempontból. Jó! Ez valóban egy nagyon érdekes információ, és uh, szerintem fontos tudni ezt, hogy honnan Igen. indult ki a szeretett uh, műfajunknak a történetmesélése. A cirkuszból! <laughs> ugye továbbra is, mind a cirkuszból jön. <laughs> Igen. Ah, na, szóval srácok, egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tényleg értem azt, akinek ez unalmas, mert ugye nem nincs az a gyors változású valami, ami volt az elmúlt pár évben. És aki tényleg aki az elmúlt hát nem azt mondom, hogy egy évtizedben, de az elmúlt nyolc évben kezdte el nézni a birkót, és e annak nagyon fura ezt látni. Annak, aki kicsit régebb óta, még ugye a 2000-es évek közepén, vagy még régebb, annak meg tényleg egy ilyen, nekem legalábbis, egy nagyon komfortos érzés volt, hogy ah, végre foglalkozunk a dolgokkal! Végre valami, tudom, hogy mi fog miután jönni! Wow! Ez volt olyan kurva nehéz! Igen, hát ugye ez a formula, ez, ez olyan, hogy a fordulatok a sztorikban általában logikusak és kiszámíthatóak, viszont hogyha jól csináltad az építkezést és kialakult ez a fajta kötődés a közönség részéről, akkor nagyon erős és nagyon kiérdemelt poppokat fog hozni. És pont erre írtam a Discordon pár nappal ezelőtt, hogy én nem emlékszem, mikor volt utoljára az a WrestleMania szezon, amikor ennyi gigapopot láttam volna az építkezés közben. Ha akár ha azt veszem alapul, amikor egy visszatért a Judgment day re ha azt veszem alapul, amikor Ray először leütötte Dominiket, ha eszembe jut az, hogy Sam személy és Owens végre egymásra találtak, és ugye megölelték egymást a SmackDown-on, vagy Kodinak a promója román annyi gigapop jött tényleg ebben a WrestleMania szezonban, és ezek kiérdemelt gigapopok ezek nem a pillanatnak szólnak, ezek az építkezésnek, az utazásnak szólnak, és ezek azok a gigapopok, -ok, amik, amikkel tényleg pénzt lehet keresni. Igen, igen, mert tényleg gondoljatok bele, hogy nekem az volt nagyon durva, amikor Kodinak a meccs utáni promója, nem is tudom kivel birkózott, valamelyik imperiumossal, nem? Kaiserrel, És akkor utána volt, és az, hogy na, ott volt az, amikor elhittem, a közönség megvette Kodit. Az volt az a pont, amikor nekem is az volt, hogy Oké, okay. itt megvettük a srácot. Ah. Igen, egy szemi leveri székkel románt volt a best, igen. Hát az is leszállt de az, az arénátok a költötöje. De az egy 8 hónapos építkezés volt, azt az egy nehéz überelni egyébként. Abszolút, de tényleg ez a nagyon-nagyon ez fontos dolog, amit látni kell, hogy ezek kiérdemelt popok. -ok. És egyébként Tominak nagyon jó észrevétele van, a birkózókon is látszik, hogy jobban élvezik ezt. Vannak egyes birkózók, akik szenvednek benne, van egy-kettő, majd beszélünk róla. De, de egyébként igen, szóval így látszik a birkózókon is, hogy nem az van, hogy be vagyunk szar, vagy lesz jövő héten még munkánk. Nagyon-nagyon remélem egyébként, hogy Vince tényleg elfogadta azt, hogy Hunter jól teljesít ebben a szereben, mert egyébként ugye volt ilyen konteunk, és ezt egymás között is emlegettük, hogy talán Vince arra számított tavaly nyáron, hogy majd Hunter megbukik ebben a szerepben, és akkor majd visszajöhet ő, mint a nagy megmentő, mert hát ugye, ha annyira bízna Hunterben, akkor nem szedte volna el az összes hatalommal bíró executive pozíciót három-két-három három évvel ezelőtt, de hát Hunter teljesített, és a csapata alatt elkezdett újra fölfelé menni a biznisz. Igen. És ez Kán is egyébként kiemelte valamelyik interjújában, hogy a jelenlegi tévés környezetben az, hogy a mi nézettségünk nem csökken, nem stagnál, hanem emelkedő tendenciát mutat, az egy nagyon ritka modell. És erre azt tudom mondani, ugye, hogy le fognak járni jövőre a tévészerződések. <laughs> szóval ott valaki nagyon sok pénzt fog fizetni, akár magáért a WWE-ért, vagy pedig a tévészerződésért. Nyilván ez attól is függ, hogy kinek a kezében és zsebében köt majd ki a vállalat, ja. de valóig igaz nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit tud ebből kihozni a WB, illetve hogy képesek lesz neked tartani ezt a felfelévelő tendenciát, hogyha a termék továbbra is ilyen színvonalú marad. Igen, ez egy, egy, egy érdekes kérdés, bár ugye pont ez a típusú búk az, amit fent tudsz tartani, mert nem a sokra építesz, meg nem a keresztívére, ami kifárad. Ha meg Igen. A, az érzelmi befektetésre fektesz hangsúlyt, a, hagyod lélegezni a terméket, akkor, akkor nem fárad el annyira, meg nem annyira nehéz úgy bukolni, hogy ó, kell valami sokkoló erre az arásra. Igen, meg ennek a buknak van egy másik előnye is, hogy rövid idő alatt nem lősz el olyan rettentően sok dolgot. Na, Tehát igen, a lehetőséget hosszabb távon, a lehetőségeid, az opcióid hosszabb távon sokkal változatosabbak maradnak, mint amikor három hónap alatt keresztül égeted magad egy évi matérián. Lásd, méni venterek nem birkóznak egymással heti adáson. Ugye? Például a kokáért. Nem, ugye mi nem volt meg a SmackDown, mert holnap lesz a SmackDown, vagy ez mai éjszaka lesz a SmackDown. Roman és Kodi annyit értek egymáshoz, hogy kezet fogtak a fiú elején. Igen. Abszolút. Nem, nézd, én nekem nagyon bejön, ja, amit, nagyon, amit, nagyon. Amit, amit most csinálnak, nagyon bejön, és nagyon örülök annak is, hogy jól teljesít üzletileg. Kicsit validálva érzem ezáltal az álláspontomat, mert ugye az én bir, birkozó filozófiám nagyon hasonlít a Hunternek a birkozó filozófiára. Nem teljesen ugyanolyan, vannak, vannak kisebb-nagyobb ja. eltérések, de a, a lényegi dolgokban nagyon hasonló. Most mi veregethetnénk a saját vállunkat, mint Melzer, ugye, avval kapcsolatban, hogy azt mondtuk, hogy ez működni fog, és működik is. Igen, mint amikor ugye az iw futott a szeker, akkor Melzer is, mint csampasokta, szokta. Veregette a vállát, hát most mit csináljuk, és reméljük, hogy ez nem tiszavirág életű lesz. Jó, kérdez, uh, kérdez, Kérdezte a hogy ugye, most, hogyha a Hunter Booking van, mindenkori VM előtti utolsó események maradhatnak ugyanolyan, mint a vince már mármint hogy a fészigér mégis kikap, vagy ez ilyen biznisz törvényszerűség. A biznisz törvényszerűség pont az lenne egyébként, szóval a klasszikus bookingban, ha a FACE megígér valamit, általában az be is sokat teljesedni. Ez pont a Vince uh, bookingnak volt egyébként a sajátossága, hogy hát ez nem így van. <gül> <gül> ugye? Szóval a klasszik bookingban inkább pont az ellenkezője szokott megtörténni. Bár ugye lehet, meglepetés, vagy éppen nem, nem a WrestleMania lesz vége a, a feudnak, az is előfordulhat. Bár kevésbé tudom elképzelni, szerintem Wreslemániától Wreslemániához fogunk menni. Valószínű, hogy hagyják dolgozni ezt a csapatot, akkor Igen. szerintem is ez lesz a terv. Mondjuk vince is ez volt az eredeti filozófiája, ugye amikor még a úszómedencéje mellett bukkoltak Kornival, van. meg Zével, Patersonnak. Jó, de hát akkor Petersonnak volt a legnagyobb befolyása, meg a Briskoknak volt a legnagyobb befolyása. Igen. Tehát amik amikor még így nézett ki a buk, akkor, akkor Vincek is Igen. úgy, úgy csinálták. Amikor az öreg motorosok voltak a túlsúlyban a kreatívban, nem pedig az igen emberek, mint Hayes, meg Ace, meg ezek a zsenik, ugye? Hát abban a szempontból héz egyébként nagyon hasznos, hogy gyakorlatilag Roman összes meccsének ő az agentje. Azt én? És csak uh, ugye abban hisz... nagyon jó. Ugye Hayes... Hisz... a kreatív csapatban volt yes -Man. Igen, a kreatív csapatban tök jó volt abban, hogy Vince összes kiövődletére igent mondott. Na jó. Na mindegy menjünk akkor a kárdokra, mert kurvasok sok Hát azért nem mondanám, hogy kurva sok meccs van, mert 13 ra meccs van, ami egyébként régebben egy, egy is fért a Wrestlemania esetében, de szerencsére két napra bontják szét. Bizony, ez a régen egy este történt Igen. meg, egy ilyen jó öt óra fölötti show keretein belül, most azért így két napra lebontva sokkal, sokkal elviselhetőbb lesz az egész biztos. Az el, és azt kell mondanom, hogy elég jól kiegyensúlyozták a két napot. Tehát, hogyha ránézek ezekre a kárdokra, akkor nem érzem azt, hogy nagyon erősebb vagy gyengébb lenne bármelyik nap a, a másiknál. Szerintem így, így pont balanszba van. A, a minőségében két várhatóan legszarabb meccs a második estére került, de attrakciófaktorot meg van bőven, ami ellensúlyozza ezt. Igen, Igen. Oda, oda még nem, nem is baj, mert belefér, mert, mert majd beszélünk arról, hogy mi van még a kárdon mindjárt. Uh, ugye megkaptuk az este felbontásokat, ami egyébként egy meglepően jó húzás szerintem Hunteréktől, mert mindenki tudja, hogy mire lehet számítani. Uh, és kiszivárgott, hogy valószínűleg a szína a teori fogja kezdeni a Leszlemániát, szóval... Konkrétan bejelentették. Be, be, is jelentették, igen. Szóval ez egy elég erős kezdés is, fogalmazzunk úgy. Hát, hát ugye gondolom a Teori egy... Legyen... Az, az üres csak, arénás. Az üres arénás, bazd meg. És az ő ötlete volt. Szóval olvastam ugye a, a, a ez Teóri ötlete volt. Mennyire kurva jó ötlet volt. Uh, kellett, de egyébként nagyon sok nagyon jó promó volt itt a Mánia előtti utolsó ötletekben, és, és ugye teorinak szembesülnie kellett azzal, hogy ugye Szína egyszer tudott eljönni a forgatásról, konkrétan ugye arra az egy bosztoni róra, ahol találkoztak ja. a ringben, és megcsinálták a közös promójukat, hogy az egész fűdnek a többi részét neki kell vinnie a hátát. Ja, ja, ja. És és azt kell mondanom, hogy teóri felnőtte ez a feladathoz, pedig aztán nem akárki lesz az ellenfele. Teóri, ha így folytatja az év második felé, mert nagyon-nagyon esélyes lesz a most improved wrestler of the year. A mert kurva jó, amit csinál egész évben. Már a chamberben is baromi jó volt, és azóta a színás feud meg aztán fantasztikus. Ugye, amit tavaly mondtunk róla, hogy mennyire kell teorinak az, hogy a veteránokkal sokat dolgozzon uh -huh. együtt. Yeah. Tapasztalatot szedjen magára, rendes, való életbeli tapasztalatot, és úgy veszem észre, hogy egyre merészebben bontakoztatja ki a, a karizmáját. Szína meg vele szemben én, én azt gondolom, hogy biztos vagy ennek az openernek lesz olyan szerepe, hogy utána gyorsan fölteszik a magánhelikopterre, aztán viszik vissza a forgatásra, <laughs> mielőtt még vége az adásnak. De, de szerintem ez egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, és mivel azért nagyon gyakorolni nem volt módjuk, és azért szína nincsen túl nagy ringformában, én azt várom elsősorban ettől, hogy szórakoztasson. Tehát nem in-ring klasszikust várok Resze. a teori színától, hanem azt, hogy szórakoztasson is, és legyen uh, nagyon uh, uh, izgalmas, szórakoztató, vonja be a közönséget, ébreszte fel gyorsan Los angeles és, és tényleg ez, ez a lényeg no, itt. Van mi, mi jutott eszembe, amikor Punk meséli a sztorit a Punk színás meccsről, a Man in the bank és színe elkezdte hívni a meccset, és akkor zé. Hey ref, who is the heel in the match? You, Phil, akkor te a call the match. Csak oké. Okay. Hát ugye plegykálták, hogy Sina Logan Paul lehet a wrestlemania és ezt ugye elvileg azért tornózták tavaly évvége felé, mert hogy azt a meccset be kellett volna gyakorolni, és ja, ezt yeah. Sina naptára nem tette lehetővé, de hogy ez a mérkőzés még továbbra is ott van a pakliban, hogy a Szinának picit több ideje lesz, akkor megcsinálják. Bár ugye Logannek lejár a szerződés a wrestlemania -n így megegyezzük. Amennyibe az a Cina meccs kerülne, szerintem visszajön, érte? Vasszeg <laughs> egyébként, igen. De állítólag már tavaly nyáron lehetett tudni, hogy Sina vállalta a wrestlemania és hogy a fél öltöző verekedett azért, hogy kibirkózzon Big Match Johnnal. A színi, között, hogy én vele akarok birkózni. <laughs> Valószínűleg ez pont így nézett. Szed, miért jöhet neki teória ebből a meccsből rosszul? Nálam pont az ellentételen. Teória ebből a meccsből csak jól jöhet ki. És valószínűleg meg fogja verni Színát, mert színe nem tud jönni címet védeni. Ha visszaemlékeztek Színának a US Open Challenge-re, uh -huh. akkor láthatjátok azt, hogy ellene egy jó mérkőzés után még a legszürkébb Mitkárder is nagyon sokat profitált abból, hogy gyirkóztak. Yep. És uh, én azt gondolom, hogy független attól, hogy mi lesz a mérkőzés kimenetele, Teori csak jó jöhet ki ebből. Teorinál nem azt kell megtanítani, hogy hogy kell birkózni, mármint technikailag, hanem azt, hogy hogy kell sztárként birkózni. És arra az elmúlt 15 évből jobb embert, mint John Cena, egyet tudok mondani, nem, jobbat nem, de egy szinten lévőt, rendi Orton. -t. Szóval, hogy nem nagyon Szerintem... Van. Szerintem teljesen korrekt lesz, hogyha a szín ne agyisten Isten veszítene Teori akkor az nyilván egy óriási nagy pus, de még hogyha valami bullshit finish lesz, akkor is. Bullshit finish lesz, DQ, vagy mit tudom én, ilyesmi, még az se a világ vége. Nem. Igazából itt tényleg arra van szüksége Teorinak, hogy abból a tá erőből, amit az ellenfele képvisel, szívjon magába egy csöppet, mint a szivacs. Teori, teppeltesse szív? Már. ha már román név fölhoztuk na az aztán bús lenne hú, na ezt, ezt annyira nem tudom elképzelni én se, csak nem én de minden esetre teóri szína, szerintem ez egy nagyon-nagyon szórakoztató ja. opener lesz a wrestlemania egészen biztos, hogy a közönség elképesztően élni fogja és euh, hát én úgy gondolom, hogy bármi is lesz a finis, akár egy rövid távú szinovin, akár egy teori győzelem valami csalással, akár valami bullshit finis, euh, szerintem mindenképpen úgy fogják megcsinálni, hogy teori hosszú távon profitáljon ebből yep. az összecsapásból. Yep, 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 yep. E, Oké, okay, következő mérkőzésünk, a legkevésbé, nem, nem legkevésbé van a túlzás, mert elkezdett érdekelni a, a fiúd második felé, ez pedig a Rémisztérió Dominik dominic mysterio az út azt csak mm -hmm. meg elérték azt a nem tudom hány hónapos építéssel, így az utolsó pár hétben, hogy érdekeljen az a szarság. Bizony, bizony, és én is pontosan ezt éltem meg, hogy amikor kezdetben elkezdték plegykálni ezt a Ray Dominik meccset, álltam közepére, nem kívántam a wrestlemania hogy basszus, ne, 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 nem akarom, Dominik, szar, hagyjatok békén és aztán csinálták ezt az építkezést hónapokon keresztül, és néha nagyon, nagyon izé volt már, amikor ötödször csinálták meg szeretet, azt, szeretet, hogy... Szereted, szereted, ez ez volt. De tényleg, amikor már, amikor már ötödszörre csinálták meg azt basszus, hogy, hogy izé, birkózzál velem a Fresztelménián. Nem birkózom veled a Fresztelménián. Izé, a... Á, borzasztó volt, és aztán ja. mégis, amikor eljutottak odáig, hogy Dominik az anyja, a meg a nővére arcába üvöltött, és Ray-ezt látva oda ment hozzá, és leütötte, hát felrobbant az aréna, és leszállt a tető. Zseniálisan jó volt. Az a moment. A többi az... De a moment az zseniálisan jó volt. És, és ugye tényleg karácsonykor kezdték el ezt építeni, sőt nem is karácsonykor, hanem háladáskor, november utolsó csütörtökjén. Srácok. Hát, uh... Öt hónap. Ja, sőt, tulajdonképpen, ja. ha belegondoltok, Igen. akkor még régebben, mert ugye ott kezdődött, amikor a, a, jó, a Clash of the Castle volt a az, autó, megtámadta az apját, igaz? És, 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 akkor utána jött ez a sztori, hogy Ray vissza akar vonulni, és akkor Hunter rábeszéli, hogy ne vonulj vissza mennyire át a másik brendre, és ott folytasd a pályafutásodat, stb. És, és ebből is tényleg egy fél éves építkezés Igen. áll. Igen. Zseniális. És... Hát, és, ugye, ugye, és ugye, és, és ugye Misztérió lesz, gyakorlatilag ezen a hétvégén. És megkoronázza azzal, hogy a fiával birkózhat, ami szerintem Ray számára egy valóra vált álom. Igen. Ray, Ray és Kb. így képzelte el a karrierje végét, valószínűleg. Sőt, ha a fia megveri a valószínűleg még azt is lehetom képzelni, hogy tényleg az lesz a vége. Hát tegnap pont azt nyilatkozta, hogy ő 50 éves koráig szeretne még birkózni, tehát még két évig. De, de biztos vagyok benne, hogy Rey nagyon le fogja dolgozni a segét a fiának, és mindenképpen overi akarja tenni ja. Dominiket. Azt mondjuk, ingring képességekben nehéz lesz, de Karakter... ma olvastam, hogy Hunterik állítólag hisznek Dominikben, hogy sztár lesz. Figyelj, ha lett volna nem tudom x évet ezen x még azt mondom, hogy lehetne benne valami. De nem. Ez a, annyi szeretnék egy guerrero Van egy Eddie guerrero és Eddie egy, otthon. ediger Guerrero otthon. Igen. <laughs> Ez KB az, ugye? szóval ja. Az ex-kondom. Az ex-kondom, ex ugye? ugye? Igen, zseniális, bazzd meg, idióta birkózott továbbra is. És az összes szexuális innuendójuk, ami van. Riával persze. Mindegy. Na mindegy. Jó, menjünk tovább. Oké, okay, akkor jön ugye a rettentően zseniális Men's Wrestlemania Showcase mérkőzésünk, ami egy fatal for Wey tag team meccs a mitkárt poklában benragadt Strowman és Ricochet versus a Street Profits, szegény mondta, a pussa még mindig nem érkezett meg, az Alpha Academy, ami egyik legszórakoztatóbb dolog a Róm még mindig, és a Viking Raiders, akik még nem sérültek meg az évben, szóval vannak itt pozitívumok. Hát ha a női sókézmeccser hasonlítom össze, szerintem ez jó lesz. De, de, nem ilyet, avval azért van a ez problémám, hogy ez iring e szempontból nem lesz jó, csak szerintem WrestleMania-n semmi keresnivalója nincs. Jó, ezen ugye beszélhetünk, beszélgethetünk is... róla, hogy, hogy, hogy állítólag volt hiszti a Debrebi ja. birkózók részéről, hogy kevés meccs lesz a kárdon, és nagyon sokan lemaradnak róla. És nem és szeretnénk, szeretnénk ezért... izét, Battle royale mert nem kapjuk meg a pillanatunkat. És, és szerintem ez igazából annak uh, tudható be, hogy most ezeket a birkózókat egy, Uncle egy... van! Kicsit Uncle H megbubolja, hogy jó van, srácok, azért is fontosak vagytok. Birkózzatok 8 percet? Azaz kurva jó lesz 8 percet birkózni egy fatal Én azt gondolom, hogy ez a férfi csapatok között ez jó lesz. Tehát ugye a Street Profits nagyon jól csinálja a gyors tempójú birkót, géből és ott is nagyon jók lesznek pár spotra, a Viking Raider zúzhat egy kicsit, Strowman zúz egy kicsit, Rico ugrál a válláról, aztán aztán meg lesz. Tehát szerintem ez teljesen rendben van. Ugye az a probléma, hogy nincsen különösebb tétje a mérkőzéseknek, de itt már azt is nézni kell potenciálisan, hogy ki lesz a tag team bajnok a WrestleMania után, és ez alapján én úgy gondolom, hogy ezt a vikingek be fogják húzni. Lehet, lehet, hogy ezt yeah. egy hill csapat be fogja húzni. Hát, mert azért más hill csapat ebben nincsen, mert ugye Ricoék nem azok, a Street Profits nem azok, a Otis meg éppen törnöl avval, hogy éppen modell. És kis bugyi van pózol, ami a legjobb dolog a világon igen, tegyem, amikor Master Gable közölte, hogy szereztem nekünk egy WrestleMania meccset, akkor <laughs> rájött, hogy mégsem odaelkedni akar, hanem birkózni. <laughs> oh, Nincs yeah. egy nyaka. Nincs egy nyaka. Nézzétek azt a nyakat. Nem lehet kifolytani. Meg hát azért Monteznek örülök, hogy ott lesz a Mánián, tehát azért ő nagyon jó teljesített a Chamberben. Meg volt a Star csináló meccse a Chamberben, basztus. Igen. Szóval, hogy nem is... Jó, értem, hogy pont a hosszú... Na, itt van, ami kijön a hosszú távú booking hibája, hogy nehezebben tudsz alkalmazkodni ahhoz, hogyha valami működik. Igen, tehát az irányváltásokat kicsit nehezebb megcsinálni. Én szerintem Hunter most úgy gondolkodik, hogy a wrestlemania nagyjából csináljuk meg a terveknek megfelelően, és majd a WrestleMania után lemegy a Raw a stb., na akkor elkezdjük az új építkezéseket és az új pusokat, és akkor jöhet majd Elé Knight, meg Montez Ford, meg Anyám Kínja, a aki éppen forró és akit éppen lehet pusolni, azt majd a Mánia után berakjuk oda. Ja, éppen ja, ja, ja. az olvasztó Valószínűleg ez lesz egyébként szerintem is. Uh, rendben lesz szerintem ez a mérkőzés. Stromenél még továbbra is atomviccesnek tartom, hogy azok után, hogy megint fikázta az ugribugri indi birkózókat, odarakták tektimbe Rikoséval. Meg csak olyanokkal birkóztat azót azóta, folyamatosan. Ugye, life lessons. Life yeah. lessons from Papa age. Yeah. Le le learn your place. Ugye? Igen, tanulj tanul meg szépen. De egyébként a stromer az egy ilyen aranyos ö, ö, párosítás, De. hogy az egyik nagy, a másik kicsi, az egyik zúza a másik ugrál. Klasszikus, a jófán. jól működő dolog, láttunk már ilyet párszor. Persze. Csak kicsit több komedivel. Jó. Sorrendben nem tudom, hogy menjünk tovább, mert itt, itt az, a, az a probléma, hogy a... na jó, menjünk a izéval, mert az le lehet méni, ment a többi az igen. Egyébként. Uh, ugye van egy ilyen legendák versus damage control mérkőzésünk, ugye Tristasus és Lita and Becky Lynch versus damage control, azaz Bailey Dakota és Io Sky. Yeah. Ez is valószínűleg ugye annak lett az áldozat a srácok, ugye, hogy a női dolgokat egy kicsit meg kellett kavarni. Nagyon meg kellett kavarni őket, igen. Mm, úgy veszem észre, hogy nem vagy annyira elragadtatva ettől a meccstől. Nem. Inkább nézném egy az egyben bailey és Bekit vagy pedig Bekit és Trist, vagy Bekit és Lita. Bár az már volt, ugye, de szóval, um, ja. Nehéz ügy ez a sztori szerintem, két, két, dolog miatt, és, és én két dolgot hozok fel arra, hogy, hogy miért nem vagyok kiakadva igazából ettől a meccstől. Az egyik az, hogy azért Triss és Lita úttörői voltak ennek a női divíziónak, inspirálták a mai generációkat, és ezek után szerintem, ahogy Bet is megkapta a WrestleMania meccsét, ugye Nettivel, amikor a Divas of Doom visszatért a női tek yep. team bajnoki Szerintem Tris és Lita is rászolgáltak, hogy ne a Saudi Hacknikon szórakozzanak, hanem tényleg menjenek ki a legnagyobb színpadra, és, és, kapják meg azt a platformot, amit nem kaphattak meg a maguk idejében. Amikor, amikor nagyon más szelek fújtak a női divízióban, és, és most tényleg kimehetsz 70 ezer ember elé, és, és tényleg megtapasztalatod azt, hogy milyen az, amikor fontosként vagy ki az elve. Mm, ebből a szempontból például nem zavar, hogy itt van Lita és Tris Peki mellett. Az nem zavar engem se, hogy itt van Lita meg Tris, a meccsel van problémám. Szóval, hogy ugye, jó, és de akkor ha nyira kilóg ebből a meccsből lefelé, minden téren, még akkor is, hogyha e, ugye Trisék nem birkóztak x éve, és lassulak meg bocsolnak, mint szegény Lita, de attól még karizmában annyira más szintre az, ami eredlen. Meki rohadtul próbálta őket fölépíteni a Rós promójában. Nem sikerült. Hát próbálkozott. Nem azt mondtam, hogy sikerült, azt mondtam, hogy próbálta. Már ja. annak a promónak az volt a kedvenc része számomra, amikor beki közölte Mizzel, hogy pici golyóid vannak. Miz válaszolta azt, hogy nem, nagy golyóim vannak, és ezt a feleségem tanúsítja. És Beki erre visszaszólt, jó tudni, hogy Marisz nem kújtorgott sokat előtted. Erre mondtam azt a srácoknak Discordon, hogy <coughs> Ez a, ez a joke már elég régóta megy, szóval miznek vagy tényleg nagyon picik a golyói, vagy pedig geci és ebben szivajság. Szóval valamelyik a kettő közül biztos igaz. Birkút Nem hiszem, ismerve... hogy miznek átlagos helyi lennének ezekben. Birkót ismerve bármelyik a kettő közül, uh, igen. Hát én azt gondolom, hogy vagy a legendák nyernek és kapnak egy pillanatot, bekivel együtt, vagy pedig megkapjuk a rebesgetett Trish turn amiből majd a beki tris meccs indulna ki a, a SummerSlam-re, ugye ezt, ezt ugye plegykálják jó ja. ide, és, és, igazából ez a másikok, ok, amiért, amiért megértem ezt a meccset, mert Bekinél eljutottunk arra a pontra, hogy rohadt nehéz vele mit kezdeni. Mert Beki annyira kilóg a női mezőnkből, hogy őt már nem tudod egy random mitkárdárral összerakni. Igen. Beki éppen uh, abszolút uh, legendos státuszba emelkedett éppen. Tehát össze tudod rakni Biancával, össze tudod rakni Riával, esetleg, hogyha rá kell fejlődik, akkor mondjuk egy év múlva vele. De mással, meg Bailey -vel. Hát Bailey-vel, de vele már ja. fél éve birkóznak. Hát meg Sárlotta, csak valószínűleg nem fognak birkózni egymással. Most. Sárlotta, meg gondolom a faszuk ki van attól, okay. hogy megint birkózzanak egymással. És, és éppen ezért most gyakorlatilag ki ezt tudsz fordulni a friss legendákhoz, hogy beki ne legyen elpazarolva a kárdon, mert szerencsétlen ember tényleg annyira kilóg a a, női mezőnyből, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz őt úgy használni, hogy ne pazarold a sztár erejét, Nem. meg a tudását. Igen. És hogy ezek, ezek a lehetséges kimenetelek szerintem. Jó, akkor... Na és akkor itt van az a három meccs, amelyikből bármelyik lehet egyébként a main event. Még a Logan Paul, Seth Rollins is egyébként. Ö... Nem tudom, hogy melyikem menjünk tovább szintén a három közül. Én a set t választanám, mert azt látom a legkevesebb esélyűnek, hogy, hogy eventbe kerül. Szerintem a set login az a klasszikus kárt közepi lesz. Ugye a negyedik, pozíció körül, ahol, ahol ugye a kárt közepére kell valami nagy duran ez szerintem az ott lesz. Fogalmazzunk úgy, hogy el tudom fogadni ugye elég erőteljes felépítése. Mondd már meg nekem, hogy Seth miért nem megy át jobban a mainstreamben. Mert mindenkivel birkózott, aki mainstreamben bármit is vizelhet, kivéve Bánival. Állandóan küldik mindenhova, és valahogy, valahogy nem. Pedig zseniális a faszi mindenben. Azért tényleg a legjobb in-ring birkózója és egyszerűen nem éltem. Nincs rá egyértelmű válaszom, de ha engem kérdezel, szetnek az a legnagyobb problémája, hogy Nem, nem, nem egyszerű, mint a bot. Ő, ő általában, meg nagyon-nagyon over the top. Ennyi Tehát, van, van, hogy, van, hogy, egy, van, hogy egy kicsit már sok, tehát nekem ugye a messiás is sok volt, a visionary is sok, ez is sok, amit most csinál, hogy, hogy nem, nem biztos, hogyha valaki ezt meglátja, az az első gondolat, hogy ez menő, hanem lehet, hogy az az első gondolata róla, hogy ez cringe. Ja, egy kicsit igen, igen, lehet valószínűleg az. hogy túl sok. És mert, mert, Seth nagyon vékony mesgyén mozog, tényleg a menő és a cringe között azzal, amit csinál. És, és én nagyon örülnék annak, hogy hogyha Seth kicsit többet mutatna a röhögcsélős Joker helyett, abból, amit riddle csinált, ugye például a leülős interjúban, amikor hód komolyra vette a figurát, és azt mondta, hogy ez az én családomról, hogy az beszélnek beszélni, akkor beszéljünk a te családodról. Ja, hogy neked olyan ott nincsen, mert a feleséged elhagyott, és elvitte a ők kölyköket. Ez jó volt, igen. És, és tényleg, am, amikor a Rollinsból az hiányzik szerintem, hogy többször letekerje egy kicsit a saját hangereit, mert annyira tökik föl van nyomva, az a hangerő szabályzó a hifin, amikor Rollins szerepel, hogy, hogy néha elvesznek a finomságok a kiabálásban, vagy jelen esetben a röhögésben. Tudod, ki jut eszembe róla lehetentő Hm? az 40 évvel ezelőtt működött, most meg nem. Hát igen, meg az a helyzet, hogy macsónak szexi hangja volt Rollinsnek, meg nincs szexi hangja. Ah, miért mondasz ilyet? <laughs> Mert az igazság. Mert mondasz mondom, szint... amerikai kacsa hangja van. <laughs> szerintem soha bűnös életben nem volt jó hangja. Úgyhogy úgy, ez sajnos, sajnos tényleg. De, de, én nem mondom, hogy sokat, de még egy 10%-ot lejjebb kéne tekerni a hangerőn, és akkor szerintem szeret jobban átmenne. Ezzel együtt biztos, hogy benne ez a Loganes megy, ez egy showstealer potenciállal rendelkező. Az meccs. biztos egyébként. Uh, Macsó benne volt a mainstreamben, igen Patrik, csak a mainstream nagyon sokat változott az elmúlt 40 év. Igen. Szóval, ez, ez Slim itt. Slim uh, yeah! Macsó ment mindenki ismeri. Szóval ha random amerikai youtubereket nézel, akkor általában há négy darab birkozó neve szokott följönni. Vagy öté. Andréé, Hogané, Machoé, Ausztiné és izé, uh, néha szináé. Szóval! Meg rock, igen, de rock, rock már inkább átnyárgat abba, hogy ő filmsztár. Igen, ő már inkább színész, és kevésbé van jelen a bankrátor múltja. Igen. igen, igen, valóban. én, én tényleg azt gondolom, hogy Seth és Logan le fogják szedni a, a háznak Biztos a tetejét. benne, mert Szet Seth is képes annyira kretén lenni, hogy bazeg leírt egy 15 oldal a szkriptet, hogy mit fogunk csinálni lépésről lépésre, és begyakorolt avval a fasszal. igen, hát ugye Logannek állítólag lejár a szerződése a van. után, ez volt ugye a ruki éve, hogyha nincsen megegyezés, akár csak szóbeli vagy elvi szinten a folytatásról, akkor viszonylag egyértelműen gondolom, hogy Rollins fog győzni. Ugye a legutolsó promója is ezt vetíti előre, amikor azt mondta, hogy ha nem tudom legyőzni Logent, akkor nem ő a vicc, hanem én vagyok vicc. Ami egy remek promó volt egyébként megint. Egyébként ez egy jó duma. Igen, igen, egyébként. Rokonak mikor volt legutóbb meccse? A Wrestlemania 32-n volt, ja, amikor Erik Rowent vasolta le 8 másodpercben a Wrestlemania-n. Ja, 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 igen. Tényleg, a Rowan est azt mindig elfelejtem én is. Azt igen. Én akartam mondani, de igen, Rowan ellen volt a mérkőzés. <laughs> volt, bizony, bizony. Ja, ja 16. Jó, ez. 16. Ja. Jó, akkor menjünk a következőre, ami valószínűleg a main event lesz, de nem annak kell lenni a main eventnek, ez pedig ugye a Charlotte Rea Ripley. Ennek a két nőnek van egymással történelme. Amit nem meséltek kérdezem, el! Viszont azt akartam kérdezni, hogy hol van a viszály. Igen. Mert kurva egyszerű lett volna belenyúlni. De nem mesélték el, mert reá többet láttam Dominik mellett, mint Sárlottal Dominik mögött. Meg Dominik mögött. Meg Dominik egyéb pozíciójában. De, de semmi. Egyszerűen nem is értem. Tehát az oké, okay, hogy újra kellett tervezni a női fiúkat a wrestlemania de hogy ennyire semmilyen fiúdot kerekítsünk ki abból, hogy, hogy Ripley ráadásul ugye elsőként megnyerte a rumble és, és kurva jó volt a performance is, kurva jó volt rá a reakció is, és aztán azóta nem történt semmi. Vordló effekt. Egyébként. Azóta, azóta világon nem történt semmi, és, és tényleg ez, ez, így, ez így, kevés ahhoz, hogy ez a két csaj reálisan wrestlemania hát main event ja. és, és én nagyon örülnék neki, hogyha a csajok olyan pozícióban lennének, hogy rájuk lehessen bízni egy a main eventet. És ez a párosítás nagyon... egyébként az lenne, csak a fiúd nem az. Egyébként, hogyha visszaemlékszel rá, a Sasha Bianca feud is szar volt. Igen, az mielőtt volt. megkapták a main eventet, aztán utána ellopták a sót a wrestlemania de ettől a párostól én nem érzem azt, hogy sztori nélkül képesek lennének ellopni a sót. Hát, mert ugye pont azt kéne csinálni, ami Sárlottnak nem megy, ugye, hogy ő neki kéne lenni az underdognak. Fú, nagyon, nagyon nehezen tudom hová tenni ezt az egész összecsapást, és kicsit, kicsit kivagyok akadva, amiatt, hogy ilyen irányt vettek a dolgok. És megmondom neked, hogy miért félek a legjobban ettől a mérkőzéstől. Azért félek a legjobban, mert Riának egy olyan győzelemre lenne szüksége, ami nem egyszerűen győzelem, hanem overrate teszi őt. Igen, igen, igen. Olyanra, olyanra lenne szüksége, mint amit Beki csinált Biankával. És a baj az, hogy charlotte én a büdös életben nem láttam úgy veszíteni, hogy overrate tegyen valaki más. Láttam veszíteni, de ilyen módon, nem, hogy sztár csináló nem. módon veszítsen, Sárt még soha a büdös életben nem láttam veszíteni. Nem, eb ebben nagyon messze van az apjától. A karizmában, a prezentációban, az inringben e abszolút itt tart, a, a promóban is, de a izéban nagyon nem. Szóval az apja egy kibaszott sebrőt is over it tenni. Azon hát ugye a azok a jelenetek tényleg, el, el tudom képzelni Sárlottot is úgy, mint az apját, amikor az apja térdre borult Sting vagy Steamboat vagy valami előtt, és izé, ne báncs! Igen, meg ilyenek. De nem, az meg nem. Charlotte nem tud underdogot birkózni. Nem, Sárlottnak az az egy gyengéje van, hogy ő egyedül győzni tud hitelesen. Igen. És veszteni nem tud. Még Beki volt a legközelebb hozzá, de Beki saját magát csinálta meg, és nem Charlotte csinálta meg őt. Ez így van. És egyébként soha nem láttam őt sztárcsináló módon veszíteni, és ez lehet triplinek most a legnagyobb, legnagyobb ö, veszélye, ja. hogy hogy most pont erre a győzelemre lenne szüksége. Yep. Egyébként biztos, hogy benne Ripley nyerni fog, de hogy Fényten. hogyan fog nyerni, az, 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 az a nagyobb kérdés. Igen. Jó, következő becs, az, az első este szívünkben lévő minimentje. Az pedig ugye az a Bloodline, az az úszó testvérek Jimmy és Jay eh, meccse, Kevin Owens le és zayn -nel. a Wrestlemania a második legjobb szoriával. Ami gyakorlatilag ha egy én... sztori, de. de ja. Ha én választok, akkor ez a miniment. Így van. Az első estém. Abszord azért ez az első este main eventje, mert úgy érzem, hogy érzelmi szinten nem tudnak nagyobb pillanatot generálni, mint ami ennek a meccsnek a befejezése lehet. Nem érzem azt, hogy másik meccs követni tudná ezt. Tehát én beraknám a Charlotte Riát Sami mainbe, utolsó előttibe, és aztán a main eventbe Owens és Sami az úszók ellen. Ez egy jó üzenet a tech is szerintem, hogyha elég overré válsz, akkor lehet belőled WrestleMania main eventer, és, és biztos vagyok benne, hogy ez egyrészt egy kurva jó ending lesz, kurva jó történetmeséléssel, J20 óra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud kezdeni ebben a pozícióban, és ha a Szemi meg Owens megnyerik a bajnak jöveket, akkor le fog szállni a stadion teteje. Ez tipikusan az match, meg az a story, amikor uh, still real to me, lesz a közönség. Igen. Szóval, hogy ez bakker tényleg az lesz. És a másik ilyen legendás dolog, amikor ugye Hunter és Orton nézett egymásra Michaels és Taker után, szóval, hogy we are fucked, boy. Szóval itt bármi jön ez utána, mert után. Tök mindegy, hova rakják a kárdon, we are fucked. Mert emocionálisan ki fogja szedni az összes dolgot a közönségből. Abszolút így van, és remélem, hogy Hunter tanult abból az esetből. Igen, mert Hunter benne volt abban az esetben, szóval ő emlékszik arra, hogy milyen az, amikor egy olyan dráma után kell birkóznod, mint hogy hívják, mint a Michael Staker. Abszolút. So, szóval... Számomra, számomra, egyébként az a lenyűgöző, és ez mutatja a történetmesélésnek az erősségét a legjobban, hogy a közönség mennyire elfogadta azt, hogy Szeminek ez lesz a pozíciója igen, a már. Igen, teljesen. Semmi probléma nem volt. Nem volt egy dekavívan vívan sem volt egyik román Szegmens alatt sem, megízé szegmens alatt sem, kodi Nem. szegmens alatt Nem. sem. Helyette investáltak abba, hogy személy és Owens mikor jönnek újra össze végre, és amikor megtörtént, akkor jött a Gigapop, ugye annál a nagy ölelésnél a smackdown a ja. amikor egyébként tökéletesen hozták le azt a jelenetet. Tehát máig emlékszem, hogy ugye Owens megmentette a szemét, aztán elindult Owens szemi felé, és személy először meghátrált Owens elől, mert ja. amint azt hitte volna, hogy meg fogja támadni, jó, és jó Owens az. arra átölelte, és puff, és, és a a közönség meg, megőrült teljesen, és most ennek lesz a payoff-ja. Gyerekek, a semi ugye kérdeztük, elég nagy payoff lesz ez a tech team meccs? Most azt mondom, hogy elég a nagy payoff, pay lesz. lesz. Konkrétan a, avval a promóval, amit mondtak múlt héten, vagy a, múlt héten azt Múlt héten volt, múlt igen. Héten. Ugye a személy, amit közölt owens hogy tök mindegy, hogy együtt birkózunk, vagy egymással szükségünk van ahhoz, egymásra, hogy kihozzuk egymásból a legjobbat. Kész! Kész! Vége! Megvettem! És gondoljatok bele abba, hogy mennyire valódi ez a történet, hogyha ismered Owens és sztoriát, amit azért a WB elmesélt, még a Steam generikó korszakig visszamenőleg, gyakorlatilag a vérszerinti testvérek és a fogadott testvérek egymással szemben. Teljesen valódi, valódi érzelmek tömkelege van ebben az egész mérkőzésben, és akkor ugye a J. Sammy vonal, amit ugye építettünk a Bloodline-bal, nagyon komoly meccs lesz ez, gyerekek. Én azt remélem, hogy nem gurul le a gyógyszerük, és Hunter így rájuk szól, hogy srácok, story first. Ja. Igen, igen. Szerintem is az lesz a, 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 az egyik ilyen fogalmazunk úgy, hogy fontos pillanat, hogy, hogy fiúk, slow down, meséljétek el a story. É, és, é, csak úgy megjegyzem, ha mégis ez lesz a main event, akkor Owens két egymás követő évben main a WrestleMania-t. Bizony. Legyábbis az egyik bizony. estét, szóval azért az az sem semmi. Igen, abszolút így van, és, és tényleg én nagyon sokat várok ettől, és abszolút ezt raktám a main event pozíciójába. Szerintem ezt nem tudja érzelmileg felülmúlni a WWE, és mindenképpen semi Owens győzelmet várok, és ezzel tulajdonképpen megkezdődhetne a fall of the bloodline WrestleMania. Erre azt mondom, hogy ha az első estén megkapjuk a happy endet, akkor a második estén is megkapjuk a happy endet. Ebben már egyáltalán nem vagyok biztos, ugyanakkor rengeteg sztori lehetőség van abban, hogy Roman az úszóék veresége miatt frusztráltan megy bele a Kodi elleni meccsébe. Az, az annyi plusz ad a meccsébe, az, az valami, de arról fogunk mindjárt beszélni. Igen. De az még messze van, mert sok meccs van még addig. E, jó, itt szerintem az IC meccs lesz egyébként az opener, Günther Seamus Drew meccs. Szerintem is. Tökéletes Abszolút. választás. Banger after banger after banger, szétbasszák egymást, a közönség imádni fogja, be őket hozni, mint a szemét ennél jobbat nem lehet változtatni. Igen, én is így gondolom. Egy kis részem jobban örült volna a Günther Gunther, Gunther Drus team singles matchnek, mert azért a triple threatekért annyira nem vagyok oda jelen pillanatban, de nem oszt, nem szoroz, ez így vagy úgy kettesben vagy hármasban egy zseniálisan jó mes lesz, tényleg a szart is ki fogják verni egymásból. A második estének a vitathatatlan show stealerje lesz, hogyha csak az in-ring szempontból nézem a wrestlinget, és Hát parád. és Günther egyébként ott volt Helváninál most, azt hiszem ma vagy tegnap, és nyilatkozta azt, hogy látva azt, hogy mi lett, valahol még örül is annak, hogy nem brokk az ellenfele. Mondjuk azt, hogy Helváni a legjobb wrestling szakíró jelenleg. Hát ugye a független, aki mindig fölteszi a kemény kérdéseket. Nagyon jó. <laughs> De <geszik> vagyok. <laughs> Szerbusz, De... <Tony. gül> Generál Günther, igen. igen. Uh, szóval, ja, egyébként, és azért azt mondom, hogy mind a három van esély egyébként arra, hogy megnyerjék a meccset. Simáltom képzelni ezt, hogy Günther el címet védetnek, mert még mondjuk tartalékoljuk egy kicsit, ugye, uh, akár Kodi, akár Roman ellen. Uh, Seamus 20 éves, ne mondj, még nincs, tehát 15 éves szolgálata miatt azért megkaphatja azt az övet, Wrestlemania pillanatként, meg Drew is megkaphatja azt az övet a Covid mánia utáni pillanat pótlásaért, szóval és egyébként mind három jó döntés, mert egyébként azt is megcsináljuk, hogy Drew nyer, utána Drew törnöl Seamuson másnap, vagy Igen. A vagy a megkén vagy bármi. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy Seamusnél ugye meg lenne a Grand Slam győzelem, hogyha nehogy hogy Isten behúzná egyet, bár őt tartom a legesélytelenebbnek így erre. Van, így van, így van. Drew esetében nagyon fontos lenne, hogy végre egy mánia közönség előtt kapjon egy mánia pillanatot, amit, amit tényleg ugye, amitől a Covid megfosztotta őt, hogy igaz, hogy nem főv, hanem így de most azért már az ICF-nek is nagyobb a presztizse, mint volt. Meg visszaállítaná egy olyan pályára drút, amit azért most így a tavalyi Clash of the conflict, nem nagyon láttunk. Igen, útkeresésben volt, viszont ez most egy jó irány lehet, hogyha megszerezni ezt az övet. Günther esetében pedig ott van az, hogy gyerekek, Hanky Tank menóta ő a leghosszabb a regnáló interkontinentális bajnok. Hanky Tank az, 80, az 89. Igen. Hm. És egyébként lehet, hogy keveset védte meg Günther az övet, de mindegyik meccs kiváló volt. Mindegyik, mindegyik meccs nagyon kiváló jó kiváló volt, volt. Igen. Igen, igen, igen. Nagyon örülök annak, hogy Hunter bízik Günterben. Én biztos vagyok benne, hogy ha el is bukja most az övet, vagy hogyha marad is bajnok, szerintem fél éven belül elkezdi őt fejjel. Elmegyünk főfelé. Tolni. Elkezdi fejjel tolni Güntert a kárdon, és biztos vagyok benne, hogy meg, meg, fogja állni a helyét. Tehát ő is egy olyan típusú birkózó, aki elsőre nem olyan flashi, aki elsőre nem olyan sokkoló, mint amilyennek mondjuk elképzelnéd, de hogyha hagysz időt arra, hogy bevonzon abban, ja. amit csinál, akkor Günther a világ egyik legjobbja jelenleg. Igen. Sőt, én azt mondanám, hogy a, abban, hogy overrate-egy -e a másikat, még Sethnél is jobb, szerintem egyébként. Ö, nagyszerű. Hát ugye a Kodival mennyire jó volt már a Rumble finis yep yep Ugye amikor ott is voltak jobb. és azt csináltak azt is, szóval. Az, 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 azért azt ilyen preludnek azért elkönyvelem, hogyha mondjuk Kodi mégis viszi hogy... az övet. Hogy egyszer azért az a Kodi Günther egyszer visszatér. Ja, 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 ja. Vissza, vissza eszi még így, A Igen. Fere. Az ilyen dolgokat régebben megjegyezték. Láss Michael's taker, WrestleMania finish. Azt is megjegyezték. <laughs> yeah. Így van. És, és szerintem ezt is megjegyezte mindenki, főleg azok után, hogy Günther hogyan teljesített ja. előtte a Rumble-ben, amiben ugye az elején érkezett rögtön. Szóval a lényeg az, hogy ez a meccs egy banger lesz, és szerintem ideális opener, és mindegy is, hogy kinyer, nyer. tartom a leges, legesélyesednek a pillanatban, Jem. de, de igazából nincs, nincs rossz döntés. Jó, beszéljünk egy kicsit a Brock Omosról. Kicsit. <laughs> Mit szólsz? <laughs> Omos nem néz ki annyira szakma, mint pár hónap ez a... ez a legnagyobb pozitív, amit ebben a meccsben lehet mondani. Egyébként tényleg már rámbőlben sem nézett, egyébként kiszarul, szóval omoszra ragad valami. Szóval lehet, hogy kurva lassan és kurva sokáig tart neki, de ragadt valami. Szóval most már azt mondom, hogy prezentáltó. Nem azt mondom, hogy így egy az egy bódra minden segítség nélkül, de prezentáltó legalább most már. Hunter azt mondja MVP-nek, hogy MVP? Valahogy egyszer baromságot csinál, basztára a seggére a sétapálcáddal. Hogy a fehére a backstage vagy. nem éri föl. Pálcáll, de hogy nem. <laughs> Fos, uh, látok, ez a, ez, a mérkőzés vagy rettentően rossz lesz, vagy egy imádnivaló vonat szerencsétlenség ja, lesz. Az a másik opció. Valamelyik a kettő közül. Hú, uh, meglepett egy kicsit a dolog, mert ugye amikor először megcsinálták a Brock Omos faceoff arra jött konkrétan egy holy shit -se. Igen. Igen, igen, igen. És Gábor kérdezi, hogy Omoszt ne tanítgatta. Igen, Omoszt ne tanítgatta még ugye a problémák előtt. Ugye Nesnek meghalt a fia. Ugye. Ott, ott, is van egy kis borulás most éppen szegény Uh, szóval, ja, omozol látszik, hogy azért fejlődött. Én úgy gondolom egyébként, hogy valahol van egy attrakció ennek a mérkőzésnek, mert Brock Lesnert nagyon ritkán látja a közönség egy olyan szerepben, hogy ő a potenciális underdog. Igen. Mert ugye Lesnar egy szörnyetek, aki jön és megbasz. Egyszerűen, szárazon, minden gond nélkül. És amikor megcsinálták azt a face és láttuk, hogy mennyivel kisebb Lesnar, mint a na no, arra a közönség tényleg ki benyomta a húbasszust, ja. hogy lehet, hogy látunk egy olyan meccset, ahol lesz már az underdog? Lehet, hogy látunk egy olyan meccset, ahol nem egyértelmű, hogy F5 van? Igen. És, és szerintem ez az attrakciófaktor nagyon-nagyon sokat hozzátesz ehhez a mérkőzéshez. És ne felejtsük el, hogy Brock kérte a És hogyha Brock akar valamit csinálni, akkor Brock azt, általában így... jól csinálja. Igen, mert ugye itt kell elmondanunk, hogy az eredeti telv az ugye Vajet lesznár lett volna, csak lesznár azt mondta, hogy azt nem. É, és egyébként nincsen a plegykák szerint hit Wyatt és Lesnar között ö, emiatt, mert valószínűleg Wyatt is realizált, hogy azért valószínűleg Lesnarnak a karaktere nem nagyon működik a vajet univerzum közepén. Igen, szerintem Lesnarnak is ez volt a megfontolása, hogy I'm not doing that shit. Igen, igen. Vagy, vagy abban nem megyek bele. Ugyanaz, mint amikor az Ambrose-a hardcore-ba akarta belerángatni igen, a 32-ön, azt se akarta, és szerintem a vajet univerzumot sem ö, akarta ő, ő őt csinálni. Ugye a másik lehetőség az Austin volt, és Austin meg nem vállalta a meccset. Igen. És gyakorlatilag a Leslie tud az meg így teljes egészében kimerült, kifutott, nem nagyon volt benne még egy rangadó, és így, így maradt Omosz, akire így lesznál rábökött, hát figyelj, szerintem okés. Ja, egyébként igen. Fogalmazzunk úgy, hogy egyébként szerintem lesz meg tudja oldani, jó mozgó nézzen ki. Meg, Biztosan. meg az is valami jól fog kinézni, amikor elkezdi eldobni a most a a fejére. Lesznár tud szellingelni, úgyhogy ez, ez, egyáltalán nem jelent problémát neki. A kérdés az, hogy a most megpróbáljuk pusolni, vagy szépen az lesz a vége, hogy Lesznár egy, 2 3 Mert ugye Lesznár egyébként azt mondogatja az utóbbi időben a, a backstage-ben, hogy ő így szépen befejezi. Igen, 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 igen. Én is azt, azt olvastam, hogy egy Lesnárnak így, így, azt mondja, hogy neki elég volt. Bár Lesznár azt már mondta párszor, meg haza is ment párszor nagy eventek előtt, aztán mindig visszajött. Amíg pénz van, addig Lesnár szimatolott a környéken. Igen, itt inkább az a kérdés, hogy a debi is akarja azt, hogy már jöjjön -e. Hát szerint, szerintem, ugye nála is az a kérdés, hogy mit lehet még kezdeni vele. Igen. Igen. Ez a, ez a nehezebb cucc. Jó, Oké, okay, következő mérkőzésünk, az pedig ugye a cella lesz, amit egyébként egyszer már behívtunk a régen, ez pedig az Edge Demon Balor uh, cella. Csak rávették Balort arra, hogy hozza azt a kurva démont. Bizony. És ráadásul megérkezik a szürke cella is, úgyhogy igen. a piros cellát hivatalosan kukáztuk, láttuk a képeket a WrestleMania arénából, ja. visszatér a, a klasszik verzió. Ja, ja, ja. Hunter addig baszogatta Balort, ameddig be nem festeti magát. <laughs> Na jó, itt ennél a sztorinál érzem azt, hogy nem gondolod, hogy ennek a meccsnek tavaly év végén meg kellett volna történnie? És most már tök máshol kéne tartanunk mindkét karakterre? De, abszolút ezt érzem, és úgy nyújtjuk ezt a fiúdot, mint a rétes tésztát. És nem, köszönöm. Kösz, nem. <laughs> Belegondolsz, egy éve kezdtük, amikor Priest segített Edge-nek legyőzni Styles-t a ja. tavalyi wrestlemania -n. ugye akkor utána állt össze a Judgment Day, aztán kidobták Edge-et, és aztán utána egy ilyen start-stop feud volt az egész, nagy részt Edge part-timer mi volt ennek köszönhetően, mert valahányszor elérkezett egy pillanat a sztoriban, azt arra használtuk, hogy Edge-et kiírjuk a sztoriból, és akkor hónapokig nem jött, és nem volt folytatása a dolognak, aztán jött egy újabb epikus visszatérés Edge-től, és még mindig ott tartottunk, hogy nem tartunk sehol. Így van. Pontosan, hogy ez történik, hogy gyakorlatilag ugyanott tartunk, mint tavaly októberben, novemberben. Hát gyakorlatilag ugye azt hiszem, hogy októberben csinálták meg azt a meccset, ahol Bert megkapta a koncertót, ha Igen. utána rögtön jön a cella, akkor azt mondom, hogy ja. oké. Okay. És most ehelyett eltelt azóta megint öt hónap. Ez nagyon hosszú, és ez, ebben a sztoriban szerintem nem volt ennyi matéria, hogy ezt nem. ilyen hosszú ideig kihúzzák. Ja, ja, ja. Nagyon, nagyon, nagyon sok volt. Viszont a meccs az király lesz, ettől függetlenül ebben biztos vagyok. Remé és akkor ugye igen, Gábor írja nekünk, hogy Grengről is állítólag föl lett kérve az entranszra, és állítólag Christian is. Ami mondjuk érdekes. É, full, full brood akar csinálni Edge, Balor meg ugye hozni fogja a démont, úgyhogy biztos, hogy a látványelemek meg lesznek már a meccs előtt, és aztán a meccs közben pedig Edge azt mondta, hogy hát ő a cellában mindig különleges dolgokat szeret csinálni, és most is rengeteg nagyon rossz ötlete van. Amit nem biztos, hogy jóvá fognak hagyni. <laughs> ugye, ugye ezt ugye beszélt egy, és Sina erről, amikor a, a, ú, a network műsorban, amikor a Helinas meséltek, ugye? ugye? Egy, mondta, hogy edge -nek mindig nagyon érdekes volt az ötletei vannak. Ez nem is nem, a nem is a celláról, a TLC-ről TLC meséltek, TLC amikor keresztül dobta a négy asztalon Szina FU-val, e... vagy Attitude Adjustment egyet. Ugye Szina mondta, hogy Edemnek nagyon uh, sok ötlete van. Ezek nem mindig jó ötletek. <gül> <gül> Ez sem volt az. Igen, ezt, ezt egy szépen le is nyilatkozta, hogy most is rengeteg ötletem van, majd meglátjuk, hogy ebből mennyit hagynak jóvá. Igen. Uh, nagyon, nagyon jó pofa uh, az egész dolog de biztos, egy nagy jó meccs lesz, és, és, megmondom őszintén, én tényleg nem nagyon értem már azt a feudot, edge a múlt heti Prité promója hozott bele vissza, amikor ugye közölte, hogy engem a halott ember keresztelt meg a tellában! Meg Balornak a promója is jó volt, ugye, hogy is jó Megjártam volt, egyet, a poklót, igen. és kidobtak, mert nem tudták kezelni a démonjaimat. Baszd meg! Nagyon-nagyon jó volt, de tényleg ez is megint az, hogy milyen jó promók vannak már ezért. azért itt. Mert szert... nem kartonpapír emberek beszélnek kartonpapír emberekkel, hanem húsvér birkózók beszélnek húsvér birkózókkal. Ja, úgyhogy marha jó. Szerencsétlen Priszt az egyetlen Judgment Day tag, aki lemaradt meccs szinten a megye Megy a izébe az André the Giant, azt megnyeri. Ő volt az első, az első Judgment Day tag, és most ő az első, az egyetlen, aki nem kap meccset, szerencsétlen ember, pedig két éve még Bad bunny volt az üzét a text. Ja, ja. Egyébként Bad Bunny is állítólag ott lesz, és valami fizikálisat fog csinálni. Yeah. Már annyi minden lesz itt, hogy már nem tudjuk számolni, mert Austin is jön állítólag, Rockot, Orton is, Orton is, Rockot is látták, hogy repülőn, és közölt, hogy elében tart, szóval... E. Szóval ki a franc tudja, hogy mi lesz meglepetés szintjén még itt, igen, és aztán ki tudja, hogy Alain vagy leslit, vagy valakit még fölpakolják a kárdra, ha már ugye Wyatt off, beteg, vagy mit tudom én, mi van vele. Egészségügyi problémái vannak. Ez volt a félhivatalos magyarázat. Na most ez lehet mentális is egyébként, szóval azt is el tudom képzelni, hogy megint elborult a Billy. Szegény Windhamnél nem nagyon akar összejönni ez a dolog Igen, Ez könnyen lehetséges. Edge-re és Balorra visszatérve, Edge-nek adod a győzelmet, és adsz neki egy utolsó nagy pust, mielőtt feltétlenül az év vége körül visszavonul, vagy pedig azt mondod, hogy nyerje Balor, és akkor nyerje a frissebb ember a pust magának. Balor és pus. Balor? Push, push, igen. Balor és pus. Egy azon a szinten van, hogy neki kurvára nem kell még egy győzelem, ide. Most arra, hogy kanadában legyen még egy meccse a nyár közepén igen, és újra. Igen, igen, persze, ezt, ezt én is értem, csak megint az van, hogy egy annyi kulcs pillanatából jött ki rosszul ennek a sztorinak, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen happy end a vége. Igen. Megmondjuk a cellában már tényleg az, hogy azért viszik a cellában a sztorit, mert ugye már nem lesz interferi. Persze, hogy lesz ja. interferi. <laughs> Mindig van. Mindig van. Ugye, szóval, ja, el tudom képzelni azt a verziót is. Igen. Yeah. Martin nem százszerződik, hogy Edge visszavonul. Ő tavaly yeah. azt nyilatkozta, hogy szeretne idén Kanadában az év második felében visszavonulni, ideális esetben, de hát ugye a jövő mindig mozgásban van, ezt a Star Warsból is tudjuk. Ja. Yeah. Meglátjuk. Figyeljétek, Edge szerintem kibírkózta magával azt a nem démont, mert azt nem démonnak hívnám, de inkább ilyen chip on the amit az első visszavonulásra okozott. Uh -huh. Szerintem is M meg, volt, meg volt a pillanat, azért elég sok mindenkivel, meg volt a pillanatok a Ortonnal, Színával nem volt meg a pillanat, de hát ugye elég nehéz is lett volna összehozni de azért meg volt mindenkivel a pillanat, akivel akart, szerintem. Rollinszal a legjobb. Rollinszal is, Beffel is meg volt a pillanatuk, ugye? Izé, Birkózhattak a... együtt. A Grid Couple entrance meg a Birkózár, szóval azért meg volt minden szó. Szóval. Szerintem azért egy eléggé boldogan vonulhat most vissza, ha tényleg vissza akar nyáron. Jó, menjünk tovább a, a, Azzal a meccsel, amiről nem akar egyikünk se beszélni. Így van, a vonalszerencsétlenséggel, ugye ez pedig a női WrestleMania Showcase Fatal 4-Way mérkőzés. Liv Morgan is Raquel Rodriguez, ugye mert kiesett, nem mit esett ki a meccsből, azt később van. Natalia és Soci, Ronda Rozi és Sénia és Chelsea Green és Sonya Deville összecsapása. Magyarázd meg nekem, hogy Ronda és Séna párosát leszámítva a többi tektímben mi a rohadt élet közös van. Nem, Szerintem nem, semmi. Nem. Annyira random tektímek mindegyik. Liv és Rakel is, Soci és Neti is, a Chelsea Green, Sonya nem is beszélve. Basszus, komolyan mondom, én nem akarom ezt látni, de Ronda meg Séna verje meg őket két percben, aztán menjünk az a mindannyian. Ja. És akkor utána majd mehetnek a Megövekre. Megövekre. Jó ide lesz. Persze, nagyon. Ez, ez nagyon rossz lesz. Ez beraknám halálpozícióba a másodiknak, a Günterék utánra, hogy szépen úgyis úgy föl lesz hajzva teljesen a közönség, kis lehűtő meccsnek, mielőtt jön a cella, vagy valami, vagy lesznár, pár percbe intézzék el a francba az egészet. Nagyon-nagyon nagyon rossz lesz. Ez az, amire a Total Extreme Wrestling azt mondja, hogy ilyen nagyon rossz pontszám és a meccs nem sikerült jól. Nem. Valószínűleg. Ez, 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 ez rosszabb lesz, mint pár éve az a rettentő hosszú női bajnoki eliminációs meccs, ami azt hiszem két éve volt a mánián. Az is, meg a izé, volt ilyen uh, sixmen is volt valamikor, valami női six man is volt még régen. Fú, nem, 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 tudom már, de ez, nagyon, 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 rossz lesz, és ezt nem tudom elképzelni, ezt, ezek a csajok jól megcsinálják. Egyszerűen azért, mert a fiúkban a showkézmeccsen legalább látom a potenciát, hogy melyik csapat mit fog hozzátenni. Na, nah, itt, nem. egyik csapat látom, hogy mi a túrót fognak hozzátenni. Mert, mert nagyon, egyébként rondáékon kívül nincsen semmi közös nevező a csapatokban. Ugye ezzel indítottam. Igen. igen már mint birkó technikai szempontból sem, de az más kérdés. Jó, így van, menjünk így van. tovább. Teljesen random. Uh, a kék tucat hányó uh, Aska versus Bianca. Mert ez a feud, Ugyanaz? srácok. Ez a feud, hogy Becky, Becky Aska kék tucat hány, és ez a feud. Ugyanazt kérdezem, mint charlotte és riánál, hol van a viszály. Igen. És nagyon csalódott vagyok, mert amikor Aszka visszajött, ugye a régi arcfestésével, ja. a kanás arcfestésével a Rampülön, nagyon menő volt, és nagyon jó volt a performance -a is. A Chamberben is nagyon jó volt, amit csinált. Ja. Volt egy kis él, volt egy kis agresszivitás Aszka karakterében, amit a japánul ordibáros handabandázós időszakában kevesebbet láttunk belőle. Ez egy ilyen throwback volt a klasszikus Aszkahoz, és reméltem, hogy ezt nagyon jól ki tudják bontakoztatni Bianca ellen, de aztán nem lett belőle semmi fiúd. De ebből még az is jobb lett volna, hogyha megjön, megbassza uh, Biancát, aztán elmegy. De nem ez történt! Én, 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 egyébként azt is adtam volna, hogyha Aszka, ak, akár csak átmenetileg is, de, de átmegy full hill Igen, erre a er erre céloztam, ez a... Igen. Ez, ugye, amit Brian mondott egyébként az első so ólejtes sajtótájékoztatán, hogy a punk azért van itt, hogy izé emelje a fiatalokat, meg jó birkozzon velük. Én azért vagyok itt, hogy berúgjam a fejüket. Na, ezt akartam látni, hogy Aszka jön és berúgja Bianka Bianca fejét, de nem ez történt. Igen, és ahogy, ahogy szerepelt a rumble -ben, meg ahogy megérte ja. a chamber ezt is várhattuk logikusan, Igen. de nem, aztán táncolt előtte, köpködött, meg izé, aztán tech birkóztak egymással. E -e -e. Na ez volt az, ami olyan volt, mint a Winsbook. Nagyon, 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 nagyon. Yeah. Szóval azt tett egy lépést előre, és aztán tett két lépést hátra yeah. az egésztel, és megmondom őszintén, az elmúlt hetekben látottak alapján, nincs abban a pozícióban, hogy megvegye Biancát. Nem, nincs, nincs. Ha az lett volna, hogy berúgja a Bianca fejét, akkor lett volna. De nincs. De nem is kellett volna semmi. Kijön, Bianca promózik, puf. Lerugja a fejét, izé, és you, are not, van. you are not ready for -a. Puf, a mikrofont, kimegy. És kész van. És kész. Kész. Igen. De, de úgy látszik, hogy itt itt, 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 ez is gyakorlatilag ugyanezen a szinten megragadt. Én, én azt gondolom, hogy Bianca meg fogja nyerni ezt a meccset. Ő jelen pillanatban egy nagyon erős uralkodásban van, hosszantartó uralkodásban van, ezt egy, ezt egy, erősebb pozícióban lévő embernek kell megtörnie, és most én nem akarok abba belemenni, hogy Bianca mennyire közel van Bekinek a rónői bajnoki rekordjához, mert én nem tulajdonítok akkor a jelentőséget ezeknek a rekordoknak, Bekinél sincs semmi jelentősége, hogy most övé a rekord, Biancánál se lesz két hét elteltével semmi jelentősége annak, hogy nála van a rekord, de, de a az az nincs abban a helyzetben, hogy nyerjen, és éppen ezért én abszolút Biancára teszem a pénzemet ebben a szituációban. Lehet ez egy jó meccs, inringben még lehozhatják jól, de, de, a story az már bukta. Ja, az az. Jó, és akkor most jön a, mire hm. mindenki vár. Most a most a azt, Így van, így van. Az extra a dolog, ugye ez pedig ugye a Roman Reigns versus Cody Rhodes singles match for the un, undisputed UN, 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 WWE heavy, uh, Universal Championship. Utána ezt a nevet még mindig, baz meg. Dobjuk már ki a kukába az undisputed is, meg az universal is, és akkor a WWE Championship a szék vagy heavyweight championship, vagy bármi. Ugye mennek a plegykák, hogy állítanak, hogy jön az új jöv mindenfelé, meg minden, szóval itt lenne az ideje. Igen, Kodi már pózolt is egy vadonatúj jövvel. Ami, ami jó ami, ronda volt. Az ami, izé, de, de ugye plegykáltak ugye Wing deagle övet, meg, meg Big Gold Big beltet. beltet. meg minden de. szart. Na jó, de ez, ez mind csak a mellékes szál, a mellékes körítés. Én azzal kezdeném ezt az egészet, hogy gondoltuk-e volna egy évvel ezelőtt, amikor Kodi visszatért a wrestlemania hogy Kodi ekkora nagy szám lesz, és ekkora nagy sztár lesz a WWE-ben. Én hátrébb megyek. Amikor Kodi elérte azt, hogy elengedjék, akkor arról beszélgettünk, nem is tudom, mikor, mikor engedték el Kodi? Nem a januárban. Nem, nem az All Elite-ből? Ja, a WWE-ből 16-17. Arról beszélgettünk. Hogy ebben a srácban megvan minden potenciál, ugye kivéve a lábait, mert azok csirkelábak, amit megoldott, mert fővette a tájcot, ami egy kiváló döntés volt egyébként. Igen, és nem térdvédő nélkül birkózik kis Így van. Hogy ebben a srácban megvan minden, hogy main event legyen. Kiválóan promózik, kiválóan birkózik, megvan a karizmája, megvan a pedigréje, megvan mindene. És mi a faszomért nem merted a BBB meghúzni soha? Csak azért, mert a második neve az, hogy Ronelsz. És pazd meg, itt van, elmegy, fölépíti saját magát. Először az indiknél. Izé, amerikai indik, ROH, NWA, minden. Európai indik, Insane Championship Wrestling, Watch Culture Wrestling, VXV, minden. Elmegy Japánba. Japánba is felépíti magát. Elmegy onnan, és csinál egy új szervezetet, ami a Debi Debi után, vagy meg a Debi debi után, 10 év után, 15 év után csinál olyan sót, ami tízzer ezer nézőt hoz a helyszínre. És így gyakorlatilag Kodi volt az All-In-nek az atya. Ő kötötte meg a fogadást Meltzerrel, hogy igenis megcsináljuk. Így van. Ő volt a fő buker is az első időszakban, srácok. A Lebirkó... ddp től tudjuk. Így van. Lebírkózte az egyik legjobb meccsét az All-Elite-nek. Ugye a testvérével. bátyjával, igen. a bátyával. Jó, csinált sok fasságot a második felében. Meg az első felében is, hogy közölte, hogy ő nem fog menni a bajnoki címért, ami egy fasság volt. De az, hogy overé akarta a fiatalokat, oké. Okay. Értem, miért akart ebbe csinálni. A példakép, hogy a Hunter, Hunter is ezt csinálta, csak a karrierében nem tartotta Megalkotta ezt a Face Nightmare karaktert, ami szuper meta volt egyébként az Ola és nem működött egyáltalán. De nem azért, mert az a karakter nem lett volna jó, csak egyrészt kurva sok vadhajtása volt, kurva sok wink, -wink humor volt benne, és az olajt közönsége nem volt, euh, hogy hívják, euh, vevőre. összebalhézott a Baxal, eljött, megjött, mint ugye a Prodigal Son, ugye a tékozó fiú, gigapopra a wrestlemania és összerakott egy olyan fidott szettel, amitől megnyilvott a tíz ujjadat. És utána a meg egy leszakadt, melison végigbírkóz végigbirkóz egy cella És utána visszajön, és akkornyira over, hogy az ijesztő. És e még egy adalék, srácok, most jött ki hétfőn, nem is hétfőn, nem hétfőn, tegnap előtt. Cody a legtöbb mölcsöt mozgató fésze a WWE-nek, aminek állandó szerződése van. Csak a legendák, mint az NWO, Austin Rock, meg szína van előtte meg Roman. What the fuck? What the fuck? gyönyörűen összefoglaltad egyébként ezt az Kody egész utazást, amit, amit Kodi bejárt, és ez egy, ez egy elképesztő utazás, tényleg. Ezt ezt, 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 ahogy az élet megírta, ezt egyetlen forgatókönyvíró sem lenne képes leutánozni. És tulajdonképpen, ahogy Kodi megérkezett újra a WB-be, és a Dabrabi azonnal lenyeste róla azokat a vadhajtásokat, amelyeket... A metafasságot, a... ugye? A metafasságot, amit az aw ban csinált, és le lett egyszerűsítve a karakter, és rögtön le lett fektetve a karakternek a küldetése, gyakorlatilag az első róján, amikor visszajött, hogy igen, én meg akarom nyerni azt az övet, amit az apám soha nem tudott megnyerni, az apámért és önmagamért. Ja. És azonnal kijelöltem magának az útját, és a közönség úgy döntött, hogy őt követni akarják Kodi erre az utazásra. És nagyon fontos volt, hogy bár Dustinak a szelleme mindvégig ott levegett, és a fiúdokban például Roman is kiasználta a Dustinak a szellemét, hogy bemásszon kodi a bőre alá, Kodi nem vert minket fejbe szívlapátként Dustival. Sőt, ugye két héttel ezelőtt a Róm közölte, hogyha még egyszer valaki megemlíti előttem az apámat, én idehány. Mert a küldetés ez, de az utazás, ami a küldetés beteljesítéséhez vezet, az nem Dusty utazása, az Kodi utazása. Igen. És akkor a tetejében, amit te is említettél, a cellamecs tavaly. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly fordulópont volt a percepcióban, az érzékelésben, ahogy Kodi érzékeli a közönség és mint tudjuk, az érzékelés valóság. Ugye, amikor kiment oda leszakadt Melizommal, az iszonyatos nagy véraláfutással és lebírkózta azt a félórás mérkőzést, állítólag Vince azt mondta utána, ugye, hogy basszus, ennek a gyereknek tényleg a célból vannak a tökei, és szerintem minden egyes hardcore és hétköznapi casual fan, aki látta azt a meccset, vagy látott belőle akár csak egy klipet, ugyanezt érezte Kodival kapcsolatban többet ébresztett ez rajongásnál. Tiszteletet ébresztett. Uh -huh. És Kodi úgy érkezett meg az idén a rumble hogy nem volt meglepetés. Szerint. És ugyanúgy elfogadták a győzelmét, ugyanúgy ünnepelték őt. És azóta kiment a ringbe, ugye először Heymennel, amikor Heymennel promóztak. Az aztán, aztán később aztán később Romennel újra és újra. És homránt futott, homrán után, homrán, homrán után. Hogyha sem az azt mondja, hogy banger after banger, akkor áll a promó az homrán after homrán úgy bánt a mikrofonnal, Kodi, mint tényleg az apja a fénykorában. Igen. Gyakorlatilag minden héten előtt egy hard times ot hard Akár time amikor Heimel, akár Heimel, a Akár Heyman, Heimel, a amit Heymannek mondott, az például a modernkori Hard Times az, módott, a, we, are broke. we are broke, bazd meg. Az mekkora izé... Hogy tönkre mentünk, a, bakker. Mert ugye Kodit mindenki úgy fogta föl eddig, egyébként legalábbis. Az, az ez Az ezüstkanalás srác, aki úgy izé, ugye Dusty, az a fia, aki ugye nem Dustin. Ugye, aki Igen. nem elhanyagolt, hanem tényleg izé, babusgatott, akit elkényeztetett, meg mindent. Pontosan. És akkor elmondja azt, hogy basszus, mi tönkre mentünk, és hémen nyújtott mentővet az apámnak, és hémen a könnyeket törölgeti Igen. közben a szeméből. És aztán amikor először találkoznak Romennel, és akkor értek együtt egymáshoz Igen. először, és utoljára az egész Mária azonban amikor ott kezed fogtak. Ja és hogy ne tedd személyessé. Mindenki azt mondja, hogy ne tegye személyessé, de közben mindenki személyessé a velem. Igen. Mondják Meg ugye Roman mondata is, ugye, hogy ugye, hogy, izé, ugye, hogy eh, nem akartad csinálni a Stardust utcot, elfutottál. Csináltál egy szervezetet, ahol nem tudtál overlay lenni, elfutottál. Mit fogsz csinálni, ha megverlek a WrestleMania-n? Elfutsz, Futsz. ugye? És tudod, mi volt a vicces ebben a promóban, hogy miután Roman elmondta ezeket a mondatokat, abban a pillanatban érezte, hogy jönni fog a Kodicent. És kitartotta a mikrofont a közönségnek, és abban a pillanatban jött is a Kodicent, és Kodi visszavágott, hogy mi történik, hogyha te veszítesz. Jay el fog hagyni. Aztán Jimmy el fog hagyni. Aztán Solo el fog hagyni. És ha ők már minden hagytak, akkor ez az ember itt, Mr. Heyman, újra beáll ügyvédnek. Zseniális volt, igen. Nagyon jó volt. Fú, basszus, az a promó, azt, azt legalább hatszor néztem meg, a, azt a román Kodi promót, ami a múlt heti rom volt, talán? Múlt heti rom volt, a igen. múlt heti rom volt, igen. De minden egyes találkozásuk, és Kodinak az önálló promói mennyire jók voltak. Amikor ugye arról beszélt, hogy hogy miért hord öltönyt? <laughs> Például. Hogy nem azért, mert ez vagyok, hanem mert ez akarok lenni. <laughs> Kodi készen van. Igen. Brutálisan. És amikor azt mondom, hogy készen van, akkor nem azt mondom, hogy készen van arra, hogy bajnok legyen, pedig az is egy nagy szó egy ilyen uralkodás után. Kodi arra van készen, hogy a cég potenciális képviselője is arca legyen. Ja. <laughs> Ezt hagyom ülepedni egy Igen, pillanatig. Igen, srácok, ez, ez az, ami, amit én is érzek ez alatt a few hogy Kodi, mint top face, kész van arra, hogy átvegye a fákját Romentől. És én is ezt érzem egyébként. Mert a közönség baszottul beállt mögé, és Kodi nem fog az, nem az lesz, hogy beáll ellene a közönség, ellene, ellene fog fordulni a közönség a WrestleMania után. Mert itt nem arról van szó, hogy valaki hirtelen lett forró, és izé, és látni akarjuk bajnokként. itt látni akarják sikeresnek. Ami nagyon dur. És tényleg ez hogy Kodi hogy esetében eljutottunk idáig, nagyon rövid idő alatt, hogy, hogy szó sincs arról, hogy ez 2014-nek az ismétlése lenne. Szó sincs arról, hogy ez ne. a Brian Batista történet megismétlése lenne. Amikor ugye Szemi elvesztette a chamber azt a gyönyörű mérkőzést, az egy gyönyörű mérkőzés volt az a román Szemi, imádtam minden pillanatát, öt percig álltak egymással szemben, is a közönség... Kész volt. Vagy no, tényleg, tényleg, És másnap Kanadában voltak, ott tavában, a kanadai közönség előtt, és egyértelművé tették, hogy Kodi lesz Roman és Szemi megy Owenszel, és akkor nem fordult ellen a közönség, akkor utána meg mit dumáltak még, hogy majd ellene fog. Ha ott nem fordult ellen a közönség, hol a pokolban fordulnak Kodi ellen? Ja. Nem fordulnak Kodi ellen, nem akarnak. Gigapopot kapott Kodi másnap Kanadában. Másnap, srácok. Nagyon durva volt. Melszerik me meg mozdulásság a szart. Hát ugye savanyú a szőlő, mert Kodi otthagyta az AEW-t, és így lett nagyobb sztár, mint valahol volt. <laughs> ja. Na jó, őszintén szólva, ezen a ponton egyik karakter számára sem lenne katasztrófa, ha a másik nyerne. Akár, hogyha Román nyeri meg a mérkőzést, akár, hogyha Kodi nyeri meg a mérkőzést. De valamit azért feldobnék megfontolásra. Én úgy érzem, hogy most egyensúlyozunk leginkább a peremen. Ö, mert Romannek az elmúlt fiúdjai és az elmúlt mérkőzései óriási anticipációt ébresztettek a közönségben, óriási várakozást. Nagyon sok meccse volt az uralkodása során, amikor igazából a kutya nem hitte el, hogy Roman elbukhatja az övet, vagy mert az ellenfele nem volt azon a szinten, vagy mert a gála nem volt azon a szinten, vagy mert nem volt logikus. Most egyre inkább elindulunk abba az irányba, hogy sorra jönnek Romannek azok a meccsei, ahol növekszik a várakozás az övvesztéssel szemben. És ez azért nagyon fontos, mert egy ilyen történelmi uralkodásnál el kell kapni a pillanatot, és nagyon pontosan el kell kapni azt a pillanatot, mielőtt ez átbillen. Ha túl sokszor ölöd meg az anticipációt a közönségben, azáltal, hogy az arra alkalmas birkózó nem veri meg a verhetetlen bajnokot, akkor egy idő után csökkenni fog a befektetés, csökkenni fog a hit. És csökkenni fog a hit és nem tudom, hogy van-e ebben még fél év, még a Summer Slam-ig, vagy valameddig elhúzzák Romannel, én azt érzem, hogy ennek itt és most meg kell történnie Los Angelesben április másodikán éjjel. amit beszéltünk pár héttel ezelőtt, nem is tudom, mikor beszéltük. Ugye, az volt a mondatom, hogy oké, Kodi kész van. És ha nem Kodi, akkor ki? Mert most már tényleg az van, mert ugye ott volt, amikor Drew kapott, akkor azt mondtuk, hogy eh, Kodi, ott még, Kodi még ott van. De most Kodi után senki nincs. Hát igazából uh, Jay. talán Jay, Jay, Jay van ott, de én megmondom őszintén, Jay-t nem használnám arra, hogy bajnokot csináljak belőle, mert ő nem annyira ez a bajnok alkat. Tehát Kodi abszolút a fő bajnok alkat. Az az, al az, az alkat, akit elküldesz a dolgsoba, jó, a nyaktetkója hülyedez, felejtsük el. De az az alkat, aki képviselni fogja a tégedet bajnokként, és mindenhol működni fog. Kodit használnám arra, hogy elnyerje az övet Romantől, és Jay-t használnám arra, hogy a Bloodline Story-nál bezáruljon a kör. Abszolút egyetértek. Ezt akartam én is mondani, hogy, hogy Jay az, aki kezdődött a Bloodline, és Jay az, amivel záródni kell, hogy záródjon a Bloodline. És ahhoz már nem kell az öv. Nem, ahhoz nem kell az öv. Így van. Én is, én is, abszolút így gondolkodom. Lenyűgöz Kodi, lenyűgöz, hogy milyen utat járt be, lenyűgöz, hogy ez az egész mennyire valódi, hogy ez a meccs is, ez a story is mennyire valódi, és mennyire az élet által írt story. És ugye Roman Reigns az első ember, aki három egymást követő WrestleMania-ra megy ugyanabban a bajnoki uralkodásban címvédésre. Yep. Egyedül, egyedül Hulk Hogan volt az, aki ugyanabban a bajnoki regnálásban három WrestleMania main eventet tolt le, de abból az egyik nem volt cím Ja. Az első az nem volt. És, és megmondom őszintén, itt én most nem bánnám, hogyha bedobná a több crossroads hogy a végén. Kell. kell, Roman ellen kell, Roman annyira OP, hogy muszáj. Igen. És, itt Balázs írja, amit írtam a Discordra régen, hogy én azt tudom elképzelni, hogy tényleg bemegy az első crossroads, a második crossroads, és a harmadik crossroadsnál pár másodpercre Kodi kitartja a Románt a közönségbe, hogy mindenkinek lehessen, hogy itt vége van. Yeah. Minden esetre biztos vagyok ez egy nagyon jó meccs lesz, egy nagyon érzelmes meccs lesz, tele történetmeséléssel, mert Roman összes meccse tele van történetmeséléssel, és Kodi is nagyon jó ebben, hogyha, hogyha ott van a feje benne. És, és én úgy érzem, hogy itt a pillanat, srácok. Úgy érzem, hogy meg kell csinálni. Ja, meg. Sárga pöttyöket akarok. Sok-sok <laughs> sárga pöttyöt. Sok-sok sárga pöttyöt. E, egyébként kontraproduktív lenne. Szóval a sztorival pont szembe menne. Egy darab sárga pöttyöt akarok csak. Igen. Igen, egy darab sárga pöttyöt. De tényleg, szóval Kodi annyira... Beszéltünk a potenciájáról régebben rettentően sokat. Tényleg, nézzetek vissza egy pár adást mert sokkal régebbről. És Kodi az, aki tényleg most azt mondom, hogy, hogy bizonyítja azt a potenciált, amit láttunk benne, és amit kérdeztő, Kérdőre vontunk a debidebine, hogy mi az Istenért Igen. nem használtátok -e ezt az embert? Az, ez az, ez az ember overé tudott tenni, egy Dashing karaktert, amiben férfi szépségápolási tanácsokat adott. Utána Misterio betörte az orrát a térdvédővel, overé tudott tenni egy Andashing karaktert, egy. Ö, mi az egy plastik maszkot, meg egy papírzacskót. Nézzetek vissza 2011-es rókat, srácok! A közönségben keci sok olyan embert láttok, amin papírzacskós emberek vannak. Igen utána overrétette a Stardust cuccot, amit nem hit, senki bazd meg, hogy azt overre lehet tenni. És eltelt tíz év, és most tartunk ott, hogy Kodi valóra váltja ezt a potenciált. Ja. Uh, óriási, óriási, dolog, és tényleg Romennek... És Attila írja hiszem... nekünk, egy bajuszt! Ugye? Kodi is <laughs> Ugye? Pontosan, nagyon, nagyon jó találat Attila. Um, igazából gyakorlatilag Kodinak ott az AEW-ban elgurult egy gyógyszere, de valaki írtam a Discordra, hogy az volt a probléma, hogy Kodi kihagyta azt a lépést, amikor ő bajnok. Tehát ő, 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 ugorni akart oda, hogy ő már overé teszi a fiatalokat, anélkül, hogy előtte megcsinálta volna a main event futást. És most itt van a WWE-ben, nincsenek ezek az önmaga a magára erőltetett hülye békjók, nincsenek ott a vadhajtások, és Kodit most látjuk igazán a prime hogy mire képes mainstream színpadon, amikor, amikor tényleg ott van mögötte minden, és vele szemben a biznisz jelenlegi legjobbja áll, ezt azért hangsúlyozzuk. Így van, így van. Gyakorlatilag most mondhatjuk azt, hogy a biznisz két csúcsa birkózik egymással, mert azért tényleg Roman is, ugye, mint a leg legnagyobb draw hillként, és Kodi, mint a számok mutatják, hogy a legnagyobb draw -fészként. Szóval ennél jobbat Hunter az első reszlemányára nem is kimálhat. Nagyon izgalmas main event lesz, és nagyon várom. Ja. Valószínűleg lesz Interferi, biztos, hogy lesz. Szerintem minden lesz, lesz amit minden, lehet képzelni minden az, az elérkőzésen. hogy... drámát fognak bukolni, kicsit túlírt is lesz a meccs, szinte biztos vagyok benne, de, de tényleg az, az árókép lesz a fontos, és én most úgy érzem, én, én, én most úgy érzem, hogy, hogy Romennél átbillenünk uh, annak a bizonyos peremnek a másik oldalára, hogyha nem kapjuk el ezt a pillanatot. Yeah. És lehet, hogy a következő alkalommal, amikor esélykínálkozna véget vetni az uralkodásnak, akkor azt már nem szólna akkor át, mert átbillentünk a peremen addigra. És az ezer napot felejtsük el. Ez az uralkodás mindenhogyan bevonul a történelmkönyvekbe. Uh, ez, ez, ez már nem azt nem szoroz, hogy megvan -e ez a lélektani határ. Kérdezzük, hogy mi, le, mi, lehet, mi, lehet, utána. Mert ugye Günther azt mondja, hogy min egy év. Egy, egy darab nevet mondanék itt. Rendel Orton megjön odira A Raw Elment a hangod, doktorom. Most hallak. Most hallak. Na. Azt mondtam, hogy ugye kérdezzük, hogy ki lenne az a, ki a Igen, következő. Ez még megvolt. És utána mondtam, egy egy darab nevet mondok, Rendi Orton. Orton Ez megjön a Raw After Mánián Kodira. RKO. Három hónap. RKO, a Nover is kész. Az az ő történelmükkel három hónap. Igen. Vagy SummerSlamig elviszük, Vagy az a SummerSlam. Igen, simán egyébként elviszük a SummerSlamig. Persze. Igen. Igen. Adom. Or Orton megjön, izé... It... Congratulations, kids! Ölelés, ölelés és az ölelés beengedik, puf, Arkaya Otto, Nover. Igen. Igen megvan a feud, kész. Ennyi. Riddle meg szarja most. <laughs> Riddle menjen vissza az elvonóra. Vagy keresem magának még több pornósztárt. Román Roman meg mehet a izéra uh, J.L. feudolni. Igen, pihi, aztán ja. a Bloodline romjain megindul majd a J.S. viszály. Szerintem, ami szintén summerslam egy óriási igen, 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 igen. rangadó lenne. Na jó van, srácok. Ez a WrestleMania várakozásaink. Watch Party Általam szervezve nem lesz. Ennek egyetlen, egyetlen, egy oka van, az, hogy nekem hétfőn be kell mennem az irodába. Szóval én hétfőn nem tudok veszlőmenyiatt nézni, max 7 óra után. Szóval ez így most nem fog összejönni. Szóval, ha valaki megszervezi, akkor ott a Discord szerverünk is nyugodtan lehet. Egyébként közösen nézni a Birkót, az mindig jó. De most közös nem lesz. Várunk-e valami meglepetést a végére? A végére nem várunk meglepetést. A végére nem, de a show lesz. Igen, szerintem. a show közben lesz dögivel valószínűleg. Azért Miz sem lett véletlenül hossznak rakva. Szóval Mizre is fog valaki jönni. Valószínűleg Báni, mert egyébként ott is megvan Sorry. Na jó van, srácok, szóval akkor mindenkinek jó szórakozást. Egy valami, ugye, spoiler szabály, ilyenkor rettentően harapósak vagyunk miatta, szóval ne legyen, mert mindenkit kinyirok aki spoilerezik. Uh, és nem csak az izéről fogom kitiltani a Discordról, hanem a chatről is. Innen, szóval, hogy nem. Spoilerezünk Wrestlemania-t. Még akkor is, hogyha engem nem zavar, de mást igen. Szóval... Igen, tudjátok, a Rumble és a Wrestlemania az a két este, amikor ezt nagyon szigorúan vesszük. Úgyhogy próbáljátok meg tekintettel lenni más szórakozására, és élvezétek ezt a wrestlemania mert tényleg egy olyan wrestlemania van most, aminek egy nagyon ütős felvezetése volt, egy nagyon jó, hosszú távú, befektetést kiváltó felvezetése volt, nagyon jó meccsek ígérkeznek a kárdon, és uh, legyen, legyen ez az este, ez a, ez a két este, most számunkra tényleg az, amikor amikor fun lesz az egész. Ja, 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 és ide. reméljük, hogy tényleg az is lesz, és, és egy olyan eseményt kapunk a Double től amit még jó sokáig fogunk emlegetni. Reméljük, hogy reméljük a legjobbakat. Azért a Hunter era az első ö, wrestlemania -ja lesz. Szóval reménykedjünk abban, hogy ez megmutassa azt, hogy mit is tud nekünk Hunter mutatni a WrestleMania-n. Bízom benne. Így van. Na jó, van, srácok! Addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Bizatok a doktorban, jó volt újra látni titeket. És csak semmi pánik, jó lesz az a WrestleMania. And the wrestling is fun. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót. Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha néznél még egy kis szorítót, itt találod a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élő adásainkért kövess minket twitch támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorító Klubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.